Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Hello, hello, hello! Cső Laci, szia Kex, hello! Hello, 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 hello! Hello! Van hang, minden, szuper! Nagyon kígyó, nagyon kígyó! Hello, 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 hello! Sziasztok! Megy a stream! Hello, hello! Jó estét mindenkinek, várjuk az értesítést! Hello, hello, sziasztok, csács, csőtészta, szép estét mindenkinek. Hello, hello, hello. Cső, 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 cső. Kicsit sötét vagyok, de mindjárt megoldjuk a problémát. Hello, hello, sziasztok. Csá, csá, csá. Itt van mindenki, hello, hello. Tiszteletem, vezérőr nagyasszony, milyen asszony? Miről beszélsz? Hello, hello, sziasztok! Jó estét mindenkinek! Hello, hello, hello! Pillanat! Hello, hello! Jól vagyok, köszönöm, lejárt a tagságot! Hát, nem baj az! Lehet, hogy lesz majd subgift! Hello, hello! Már jöttök, mert egy kicsit sötét vagyok. Jó. Lehet, hogy jobb lesz. Hello, 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 sziasztok! Csá, 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 rég volt magyar, ja tényleg magyar van, jó van, de ezt nem tudjátok. Hello, hello, hello. Sziasztok, sziasztok. Gergő, azt hittem már elfelejtetted. Sziasztok, hello, hello. Mi újság? Szia Géza, cső. Nagyon örülök, Mátyás, voltál a táborban? Nagyon jó, nagyon jó. Igen, mondta Krisztián, köszi szépen, nagyon kedves vagy. Hello, hello, UBD, Szabolcs, 7 napra kaptátok csak, úgyhogy szerintem már tudsz csatlakozni, mert ma lejárt a 7 nap. Hello, hello, hello. Úgyhogy nézd meg, kérlek, jó? Beszélünk róla, Official Szabó, jó? Beszélünk, beszélünk, hogy mi történt Amerikán utána. Hello, hello, jó volt Bence, nagyon a tegnapi kiruccanás, köszi szépen. Hello, benne vagyunk Krisztián, mindenféleképpen, köszi szépen. Sziasztok, sziasztok. Több mindenről kell beszélnünk, mert ja, több néző nem érti, Discordon itt már mentek itt a találgatások, de azt nem értem, hogyha nem tudjuk konkrétan miről van szó, akkor mi okoskodunk. Úgyhogy bannolni kellett valakit. Sziasztok, sziasztok, sziasztok. Hello, hello, hello. Pénteken nincs live, csak a héten csak kedszerda csütörtök, mert hétvégén Balatonra megyek. Hello, 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 hello. Most ez a nyár, ez ilyen hízagos, de három live-ot próbálom tartani. Sziasztok! Köszi Kex, cső cső cső! Diákmunkát csinálod. Na, gratulálok hozzá, és kitartást kívánok. Igen, ma is lesz harc a templomnál, igen, igen, az újra lesz játszva. Igen, igen. Győrben a Nikit? Igen, Marcell, láthattad, mivel volt vásárolni az árkádban, mikor mi videós találkozón voltunk. Hello, 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 hello. Még csak 33 van, így van Benett. Jól, Bence, köszi. Ma van Ádik a születésnapja. 12 éves lett a gyerek, úgyhogy múlik az idő. Holnap lesz? Holnap lesz, igen, 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 igen. Beszélünk róla Zsolt, csak megvárom itt a többieket, jó? Hello, hello, hello. Miért kell újra játszani? Azt is el fogom mondani, Martin. Egy szabálytalanság történt, és akkor újra lesz játszva a dolog. Boldog szülnapot, Máté. Hello, hello, cső, domcsó. Hát igen, igen, Ferenc, megyünk össze-vissza, én is szeretem. Az Audit meg hónap már végre elviszem olajcserére, mert már kéne nagyon. Hello, hello, hello. Ja, igen, Bence, igen. Szia, Jimmy, hello, hello, köszi szépen. Siófokra megyünk, Mátyás, Siófokra. Siófok. Hello, hello, Pecán is. Most pont esik az eső itt nálunk, úgyhogy nem olyan jó idő. Nincs olyan jó idő, de nem baj. Kell ilyen is. Hello, hello, hello. Így van, lejárt a 7 napos kitiltás, kibannolva a Discordról. Szia, Mark. Cső, 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 Kolc mondaná, így van. Tamás, jobban, akkor te most mész középiskolába, jó tippelek? Hello, 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 hello. Hát, Official Szabó, így van, sajnos ez így van. De meg fogom mondani, hogy miért.
Hello, hello. Kezdjük majd, csak több dologról kell majd beszélni, és nem akarom többször elmondani, mert ha valaki esetleg lemarad róla, akkor ne kelljen visszatekernie, jó? Hello, hello, hello. Lejárt a meghívó. Nem tudom, Szabolcs, ki, nem tudom, pedig feloldottunk mindenkit. Köszi, Vortex, hello, hello. Kemény, múlik az idő, ugye? Ez a durva, ezt mondom én is. Balaton lesz újra játszva a level. Nem ott tanít. Hello, hello. Amerikán nem, arról is beszélünk, jó? Válaszolni fog minden kérdésre, csak várjuk meg a többieket, jó? Ne haragudjatok. Jó, jó, várjuk meg a többieket, és akkor beszélünk mindenről, hogy több kérdés merül fel, itt látom a cseten is, és akkor ezt szeretném tisztázni, jó? Hogy mi hogy lesz, jó? Hello, 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 hello. Sziasztok. A moderátorok Robi Hun küldik majd, oké? Okay? Szia Tibike. Hello, hello, sziasztok. Szia Edwin, szia Géza. Milyen telefonom van? iPhone 12. Na és ő fog rá úgyis 20 perc. Szuperek vélsz. Nem tudom hol leszünk, meg mint leszünk, mert barátokkal, rokonokkal megyünk, úgyhogy azt nem ígérem meg, hogy találkozni is fogunk, de lehet összefutunk. Köszi Tamás, köszi, köszi, köszi. Szia Dala, tesó leérettségizett, gratulálok Ricsi neki. Az igen letti. Szia, én vagyok. Hello, hello. Ez is vagy aranypart. Na hát, Sándor, jót kérdezel. Jót kérdezel. Köszi, Vortex, a tagság frissítést. Kedves vagy. Hello, 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 hello. Mikor kezdjük? 45-kor, de akkor tisztázódás kezdődik, hogy mi miért történt, jó? Meg mi van, meg a, mondom, láttam itt kérdéseket. Csak mondom, Discordon láttam pár okoskodó embert. Nincs az a baj, hogyha az ember vélemény formál, hogy én mennyire rosszul RP-zek, meg miért hagynak itt, meg rossz vezető vagyok, meg minden. Ezzel nincs semmi baj, mert meg lehet az ember véleménye, csak azt nem szeretem, amikor úgy találgatunk, hogy nincs fogalmunk a dolgokról. Köszi szépen Krisztián 13 hónapot. Meg más baja is volt annak a nézőnek, mert hogy én csak a pénzét csinálom, mert hogy a subgifterek nézhetik vissza a streamet. Hát egy napot kell várni, aki nem szab, úgyhogy szerintem ez nem állja meg a helyét, de lehet, hogy gonosz vagyok. Hello, hello, hello. Lesz videó, Fanni, igen. Igen, 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 igen. Sziasztok, sziasztok, sziasztok. Szia Tibor. Cső. Cső, 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 cső. Fizut nem kérjük-e? Van 200 millió. Ezt kéne elküldeni. Hello, hello, hello. Sziasztok. Köszönöm, Nimrod. Köszönöm, köszönöm. Sanyi, erről is beszélünk mindjárt, jó? Hogy mi van Amerikán? A tegnap előtti live amúgy lehozott az életről, nem tudom titeket is amúgy, de nagyon lehozott az életről. Ilyen depressziós is voltam utána, tök rossz éreztem magam. Szia Rajmond, eddig 10-11 kilót január óta. Hello, 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 hello. Sziasztok. Köszi Skynet. így van, Ádi már itt magánykodott, hogy ő le fog lőni, de szülinapja, ez lesz a szülinapja ajándék, hogy fejbe lőjük ott a játékban. Hello, köszi Csaba a 7 hónapot, szia, szia, szia. Hello, hello, hello. Ja, Domcsó, ez még mindig megosztó amúgy, tudod, tudod, tudod. Hello, hello. Köszönöm, Rajmond, köszönöm. Van Gyulá, tegnap meg ma Gyulá voltam, ugye? Papa jól van, köszi szépen, ma volt itt. Biztos örülni fog neki, ja. Ja, 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 ja. Hát nem, hagy szokja törődést. Nehogy azt higgye, hogy elhanyagoljuk. Cső, cső, cső. Király vagy Peti? Peti a legnagyobb király! Hello! Hello, hello, hello. Hali, hali. Jó, 45-kor akkor elkezdem itt a kérdések megválaszolását. A fontos kérdés, akik így minden napi live-okban itt vannak, jó? Nagyon jó, Krisztián, nagyon jó, nagyon jó. Féltem a magasba, igen, a tegnap felültünk az óriás kerékre, majdnem sírtam. Érettségire, Kriszt, vonz be, hogy mit akarsz húzni. Mondogassad, mantrázad, és azt fogod húzni. Nekem legalábbis bevált. Sziasztok, sok sikert, sok sikert. Izgultam én is. Ja. Nem, képzeljétek el, én ott álltam a szóbeli érettségi előtt, és tisztán emlékszek, hogy elkezdett fájni a jobb herém. És nem tudom, hogy mi. Ez maradt meg a szóbeli érettségi előtt, hogy nem tudom.
Érdekes volt, érdekes volt. Hello, 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 hello. Sziasztok, sziasztok, sziasztok. 26 éves vagyok. 27, vagy bocsánat, nem 26. Tériszonyos vagyok, igen. Hello, 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 hello. Sziasztok. Mondom először, hogy nem akarod le... Ja. Ja, ilyen dolgok történnek velem, chat, de túléljük, túléljük, túléljük. Jó emlék. Siófokon már voltam az óriás keréken. A pár meccsör után azt mondom, hogy oké. Hello, 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 hello. Jól áll a ház, köszi szépen, haladnak a munkások, lesz majd arról is videó. Hello Kawasaki, na látjátok, ezért mondtam, hogy majd 45-kor mondom el a dolgokat, hogy ne maradjon le róla, aki szeretné tudni. Meg 45-kor jönnek többen azért, hogy amikor kezdjük. Nem tudom, Darumadár, most sajnos a líder ma nem lesz, jobbulást kívánunk neki, mivel beteg. Sajnos beteg. Ja. Ja, ja. Nász Dávid. Hello, szia Peti. Ez a Nász Dávid nagyon megborott, de nagyon bírtam a Sanyikát. Majd nézz vissza azt a videót. Holnap mész horgászni, itt a nyár. Jaj, ezt a TikTokon is észrevettem, hogy itt a nyár amúgy. Egyre több a kötekedő ember. Nagyon nyár van. Hello, 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 sziasztok. Nász Dávid itt van, megy a stream. Nice Dani, így van. Hello, hello, hello. Sziasztok. Ki lesz a pénz? Ezt nem tudom, Bennett. De mindjárt válaszok pár kérdésre, jó? Nem, itt voltatok ugye gondolom a tegnap előtti live-on, én ott kiégtem, utána volt még két megbeszélés, és még durvábban lehozott az életről. Úgyhogy, ja, ja, megpróbáltuk megoldani a megoldhatatlant. Mi köze a kötekedő emberhez a nyárhoz? Hát előbb megengedik, hogy netezzen. Nincs kötelesség, nincs, hogy kész kell lenni a házi feladatnak. Vesz az kéne. Hello, hello, hello. Ja, úgyhogy kemény volt a tegnap előtti stream. Hello, aki most érkezik, valaki mindig itt van, köszönöm. Hatörik, ha szakad. Kettő lettem matekból. Hello, hello, hello. Jackass, nem hiszem, Peti, ez rossz ötlet volt. Akkor jó volt, de... Vortex, mindjárt beszélünk ezekről, jó? Hogy mik történtek, meg mit nem. Mondom, arra akarok reflektálni, arra is, amit egy néző Discordon, hogy én mennyire rosszul vezetem a csapatot, meg én nagyon rossz vezető vagyok, meg hogy miattam lépnek ki az emberek a frakcióból, meg hogy gyengék vagyunk, meg rossz az irányítás. Nem is értem. Lehet, hogy így van, de nem csak belőlem áll egy frakció, hanem több emberből. Nem én maga vagyok a frakció, hanem ez egy közösség. És lehetnek OC problémák, amit lehet a néző nem lát. Hello, hello, hello. Sziasztok, sziasztok. Úgyhogy ezt meg is kell érteni. De mondom, akkor nem is reflektáltam rá, amikor mondta, hogy én csak a subgif miatt csinálom meg minden, meg a pénzé. Mert hogy csak azok nézhetik vissza a streamet, de hát egy napot kell várni csak ugye, úgyhogy. Hello, 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 hello. Sziasztok, sziasztok, sziasztok. Na, mindjárt 45, és akkor elkezdem, jó? Hogy mi volt múltkor a megbeszélésen Amerikán, és akkor megyünk játszani. Mert újra lesz játszva a múltkori templomos sztori, mivel ki lett emgézve pár dolog, ami kiderült. Azt ki is rakták Jézuségtől azt a srácot, azt hiszem. És meg én streamen kívül Litron nem is játszok, ugye? És akkor ez újra lesz játszva állítólag, úgyhogy ma lövődözésre kezdünk, aki örül neki, szerintem. Jó, a másik, hogy köszönöm Tibor a subgiftet, nagyon kedves, hogy nézzük ki nyerte. Sziasztok, sziasztok. Sziasztok, sziasztok. Sanyi a macska, Sanyi! Múltkor leírtad, ha lesz subgift, te nyered. Sanyi, én nem hiszem el ezt az embert. Sanyi! Na, chat, beszéljünk arról, hogy mi volt. Tegnap előtti live-on itt voltatok, tudjátok, volt egy nagy leszámolás, és nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogy nem volt jó, szinkronos volt a hely, miért ezt választották, összecsapás, be kellett látnunk, hogy ezt nem is fogjuk újra játszani, semmilyen még event formájában se, mert egy ilyen egyszerűen nem...
nem lehet ezt így lejátszani. Lesz mindig olyan ember, aki próbálja kihasz, vagy nem korrekt, vagy kamera emgézik, vagy ennek a, nekünk nem jó valami, köszi Roland, nekik nem jó valami, úgyhogy ezt hagyjuk, és nem lesz újra játszva. Megoldást próbáltunk találni erre, tök korrekten beszéltük meg ezt az egészet, de sajnos ez nem fog összejönni Amerikán, hogy mi egy ilyen maffia háborút összehozunk, úgyhogy majd az IC, ahogy adja, az úgy fog működni. Szabó Orsolya nyertek, gratulálunk. A másik, amit többen láthattatok Discordon, és ez egy nézőnél nagyon kicsapta a biztosítékot, Hangya, Mosómaci, Pelikán és Bagoly kilépett a frakcióból több mint egy év után, ugye a Hangya oszlopos tag, holnap lesz a CK-juk, megkértem őket, hogy mivel ti is szeretitek őket, legyenek szívesek, live-ba történjen meg ez a CK, és egyszerű az oka, mindig mondom nekik, hogy addig csinálja az ember, addig játszon a frakcióba, amíg jól érzik magukat, ők ezt így megunták, volt pár nézeteltérés, és akkor azt mondták, hogy ők csinálnak egy külön frakciót. Úgyhogy ezzel szerintem nincs semmi probléma. Szomorú vagyok, mert én nagyon szeretem őket, de lesz közös RP velük, és szerintem így több RP lehetőségünk is lesz, mert ők csinálnak egy külön frakciót, amit ők vezetnek. És akkor ezzel kapcsolatban meg lehet, hogy majd szövetségbontás is lesz, úgyhogy igazából nézői szemmel lehet, hogy még izgalmasabb lesz ez az egész. Nagy, mert tudjátok, ez abból fakadt, és ezt meg is beszéltük, hogy ők voltak a legaktívabb emberek így, amikor nincs live, és ők is a lilákkal így játszottak. Itt azt tudni kell, hogy az én frakcióm az stream-orientált, lehet így mondani? Hogy nagy részben azért vagyunk, hogy a nézőket szórakoztassuk, és persze lehet játszani streamen kívül is, de nagyjából mi értetek, meg én is persze, hogy jól érzem magam, de hogy a nézőkért is vagyunk. Sajnos kiléptek, és saját frakciót fognak csinálni, holnap lesz a CK-juk, és akkor mondom, egy néző ezért akadt ki, hogy a csinóik is ezt csinálták, meg hogy én azért, mert én rosszul vezetem a csapatot, nem csak én vagyok a frakció, több vezető van, ez egy közösség, és ha valahol nem érezzük jól magunkat, akkor onnan ki kell lépni. Ez a való életben is így van, én úgy gondolom. Mindjárt föllépek, csak ezt szerettem volna tisztázni, jó? Esetleg, ha kérdés van-e valakinek még ezzel kapcsolatban. Holnap lesz a CK-juk, jó? És így szerintem sokkal, ők is mondták, sokkal jobb RP lehetőségek lesznek. Hiányozni fognak, szeretjük őket, de ja. A szövibontás még nem biztos, csak erről is beszéltünk, hogy lehet, hogy ők majd kötnek szövetséget, és ezt szerették volna tisztázni. Tartsd meg az aprót, te mocskos állat! Jaj, köszönöm szépen, kiküdte meg mennyit? Hát nem is látom a PayPal donation-t. Jó, hogy jönnek segíteni a rendőrségre, még nem beszéltem a líderrel, mert múltkor voltunk már 10, és először megvárom, hogy betelik-e a rendvédelem így is, hogy nélkülük, jó? Mindjárt megnézem, hogy ki küldte. Marcinka László, $3, köszönöm szépen. Hiányozni fognak, jó? Jó, és akkor így ennyit szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban. Nem jelzi a chat se, a PayPal-t nem jelzi alapból se, jó? Megyünk fel. És akkor... Jaj, ki ez itten? Te jó ég, ki ez itt középen? Te jó ég. Így jó. Köszi a 14 hónapot, Jocó. Így van, hát azért jövünk fel, azért mondom, itt ültünk admin ügyön is, meg megbeszélésen is stream után, és annyira lehozott az életről, az ember jól érezni jön föl magát, nem? Nem az, hogy itten depizzem meg ilyenek. Úgyhogy, ja. Ja, maradnak a többiek, ők 4-en léptek ki, holnap lesz a CK, és lekérték a rangot, de én megkértem őket, hogy streambe menjen már le, mert ti is szeretitek őket. Meg tudjátok, azért egy kis érzelmes, mindig egy CK az azért érzelmes szokott lenni. Szedde le! Nem mondom, mert többször tekerjetek vissza max egy 5 percet, és akkor hallgassátok végig, jó? Ma már azért jobb kedvem van, de tegnap előtt lemúltam az életről. Szia Marcel! Hello. Ja, meghaltunk, itt vagyunk. Na, szóval újra lesz játszva a Jézus a sztori. Megyek, és akkor megyünk. Jézusék ellen bevonulunk. Bevonulunk, muszáj bevonulni. Na! Szóval... Jó, hallgassa vissza, live után 15 perce beszéltünk a lényegről, jó? A live kezdete óta, hogy miért történt, légy szíves, figyeljetek és hallgassátok meg. Na, ja nincs semmim, megyünk a rendőrséghez.
Úgyhogy nehéz ez a játék, meg mondom, a néző is azért volt kiakadva, mondom, lehet, hogy jogosan, de hogy nagyon sok mindent nem lát. Ez egy közösség, ez egy baráti társasággá alakul, vannak nézeteltérések, és sok mindent nem biztos, hogy tud az adott néző, ugye. Ja, Szabó, ezt mondtuk mi is, hogy csak nem lesz, ja. Tehát ez már mind IC, tudod. Nézd meg, hogy mit ásott el ID. Tényleg azt, de várjatok először, hogy csináljuk meg ezt az egészet. Mennyi rendőr van fönn? Na, jóban vagyunk fönt azért. Jó. Szia Dép, hallgassátok vissza. Bárdosi hív, de nem tudom fővenni, mert nincs telefonom. Jó, úgyhogy hallgassátok vissza, légy szíves, és akkor ott mindent elmondok. Ezzel kapcsolatban. Itt pedig emgézés történt, valami detektoros dolgot kiemgéztek. Azt hiszem a Jézusnál volt egy ember, őt ki is rakták. Valamit kiemgézett, és akkor ez miatt újra kell játszani. Úgyhogy megyünk lövődözni. Nem tudom, hogy ez lehet az oka, hogy nem jöttek el a frakció találkozóra, szerintem nem ez az oka. Ők is mondták, hogy nincs összefüggés. Nem érezték jól magukat, és egy év után váltani kell. Tudjátok, hogy egy idő után monoton lehet a dolog. Reméljük, nem ellenségek lesznek, ja. Majd kiderül, de így legalább lesz RP lehetőségünk, ezt így kell felfogni szerintem. Bakker nincs! Miért nem ilyet vette? Ja, nincs rá pénzem. Nincs rá pénzem, csak. Csináljuk meg a... Farkas maradt, igen. Angyamentel, mosómaci, pelikán, meg a bagoly. El is mondtam, hogy miért, ezt majd hallgassátok vissza, légy szíves. Bárdosi kilőtte a kereket, tényleg. Már megint, el kell kapni. Jó chat, holnap Amerika, csütörtök magyar, így vagyunk a héten, mert megyek Siófokra kicsit nyaralgatni. Na, menjünk a rendőrségre, és akkor újra támadunk. Na most a főnök nincs, jobbulás neki, lázas azt mondta, hogy nekem kell. Nem tudom, hogy lesz, lehet, hogy lesz OC felvétel az amcsira, meg ezek majd adják magukat, jó? Az biztos, hogy mi maradunk. Ez az egy biztos. Ez az egy biztos, hogy mi nem megyünk sehova. Úgyhogy ez miatt ne aggódjatok. Hogy jön nekem magyarra, most először megvárom, most is vagyunk 9-en fönt. Megvárom, még betelik, ha kell erősítés, szólok nekik, amúgy lenne kedvük. Hiányozni fog. De hónap lesz a CK, jó? Sziasztok. És mondom, Discordon is mondom, lehet, hogy igaza van a nézőnek, de addig meg ne okoskodjunk szerintem, amíg nem tudjuk, hogy mi történt. Sokan, nem mondj gyerekek, még a felnőttek is ebbe a hibába estek, sőt én is, hogy néha előítéletes az ember, és a tört, nem tudjuk a részleteket, és úgy ítélkezünk. Ez nem jó. Tartsd meg az aprót, te mocskos állat! Na most kijelzi! Kiküdte! Most kijelzi! Nem lesz visszavágva a fekete kendősöken, egyszerűen nem tudjuk, tudunk egy korrekt RP-t csinálni, ami mindenkinek jó, hogy az ő részünkről is, egyszerűen nem tudjuk megcsinálni, hogy mindenkinek jó legyen. Laci egy, köszi szépen, Laci. Kedves vagy. Na, fölveszik a szolgálatba vagyunk? Igen. Lehet a néző azért háborodott fel, mert hogy mennyire szerette őket. Ja, csak a... Ja. Csak engem volt ott szét. Rossz a minőség? Jó nap kell lennie pedig. Látszatra adnak. Hát Krisztel... Ja. Sokat kell fejlődni emberileg. Nekem is úgy, hogy... Na, szóval... Megyünk dolgozni. Chat, lecsapunk Jézusékra, mert nem bírnak viselkedni. Nem tudom, chat, jó a bitráta pedig, meg minden beállításom ugyanaz. Lehet, hogy jön a vihar. Köszi Józsi, a tagság frissítés, nagyon kedves vagy. Jó napot kívánok. Maga mit ül itt? Halló. Halló, maga mit ül itt?
Hát csak pihennek tudja, nincsen máshol pihenni. Itt jó meleg van. Jó, rendben van, jó pihenést. Köszönöm szépen. Köszi Józsi a 37 hónapot. Itt ül, itt jó pihenni. Jézus nem bírom. Nem bírok a véremmel! Mindig a parti kell! Szerintem fő vagyunk véve. Ja. Bözsi. Betárazunk és akkor... De a főnök főtöltötte nekünk a tárolót, úgyhogy... Nagyon király a főncike. Jó vezeti a csapatot. Igen, meg mellém kellenek ezek az... Mert tudjátok, én csak streambe játszok, mellém kell olyan ember, aki vezeti amúgy a csapatot. Én csak azért vagyok, hogy itten streameljek. Nem vagyok egy... Hát vezéregyéniség, nem tudom, hogy vagyok-e, de szükségem van segítő emberekre, akik frakción belül segítenek nekem. Egyet vettem ki. Nincs telefon. Mindegy, legalább nem hívogatnak, nem? Vagy itt van, Bözsi néma. De mindig hívogatnak, nem? Nem zavart titeket? Tiszteletem kollégák, Tibár Mihály szolgálatba lépett. Erőt egészséges. Rablás van, kollégák? 50-38-ából volt rablás van. Mikor kezdődött a rablás? 3-as volt. Elkezdődött, folyamatban van. Rendben van, akkor azt csinálják meg, és utána várok mindenkit, sorakozó majd a garázsba csinálják. Na, rablás van pont. Na, látjátok, ezért nem tervezünk. Menni akarunk Jézusokat letámadni, de rablás van. Akcióparancsnok keresett úr, hogy most mi folyik ott be? Jó, ezt letárgyalják. Hát az folyik, hogy még mindig azt várják, hogy átálljunk. Mármint megforduljunk a kocsikkal. Jó, én is főveszem a cuccaimat. Nem fogunk megfordulni a kocsikkal, ezt felejtsék el, de hogyha nem kimegyek, a túlsz, akkor nem is fogunk. Kimegyek, ha nem, akkor visszaállunk. Csak hanyadikon vagyok? Hol vagyok? Hello, hello, sziasztok! Akcióról, elengednek jó, nem? Puszt. Hány rendőr van? 9-en vagyunk, azt hiszem, Szoliba. Jó, én fegyvertelenül itt maradok hátul, én ti folytassátok itt a bankrabra, vagy boltrabra, és én nézek közben, hogy itt van. Oké. Okay. Betűröm a pulcsim alá, golyó álló mellényt. AP pisztoly, nem hiszem, hogy jó, van. Jó, figyeljünk, megnézem. Mert valahol van egy külsőség. Megnézem, hogy van-e AP pisztoly, jó? Kiment az egy plusz, akkor legyenek szívesek, forduljanak meg a járművek. Örülök, emlékeztek, 20 ember volt a magyarul mindig, most 5-6-an vagyunk. Az egy plusz az azért ment, az azért jött ki, hogy átálljunk a szabadútér. Jó, mi kell nekem még csak fegyver? Az itt van? Itt van a végén? Látok valami külsős embert, megint meglátom, szólni fogok és hol vagy. Főnök nem adott ránk. Etűn én vagyok. Heavyt viszünk, chat, heavyt. Jó, főtöltött a lőszerrel, nagyon király. Na hát a kaját meg lecserélem. Hogy lehet ennyi eszem? Mennyi lőszert vigyünk? Így 300-at viszünk. De miért? Mit csinálok? Akkor még egy darab túszért szeretnék azt, hogy megfordul mind a három jármű is, mert... Nem, egy túsz, egy autófordulás. Tudom. Vettem. Jó. Mondom, azért kell újra játszani a múltkorit, mert valaki MG-zett, és akkor ki most igazából az nem történt meg, hanem most vonulnánk ki Jézusékot. Csak rablás van, úgyhogy most meg kéne várni őket. Fent van az irodában? Megnézem ezt azért, jó? Azért mondom, hogy nekem... Azt mondjátok, hogy itt van a boss tárolóba. Mi a labó, azt hordjunk magunknál? Ahhoz mi kell? De ahhoz 9 millis kell, és nincs 9... Ja, de van.
bakker, hogyha kirőlt. Most egy ilyen lövődözésnél elveszítjük az alpépisztolyokat, engem kiherélnek, nem? Adjunk mindenkinek? Akcióparancsok itt a tusszerre. Nagy szabályzat van. Hát a nagy, mi, egy nagy, nagy, micsoda, egy ilyenre vihetünk. A jobbra szeretnének szabad utat. Egy ilyen nagy szabású akcióra ilyet lehet. Pedig azt szeretnék, hogy ráülnek a motorra, dodálnak, és utána mi szirénázunk, és akkor indul mindenki. Szerezem, mi volt? Mondjuk én használtuk ilyet is, tudjátok. Ismételjen megkérem, mert a boltba beszéltek. Mi volt a legelső követelés? De figyeljetek, egy ilyen nagy akció... Egy darab túszért szeretnének a boltból kinézve jobbra teljes szabad utat. Szerintem heavy. Azt más. Jó, rendben. A második túszért pedig, és az utolsóért pedig... Visszavazzák! Hogy a motorra ráülnek, fölkészülnek, tudálnak egyet, akkor jelezve, hogy ők fölkészültek, vagy elkészültek, és utána mi szirénára indulunk. Több esélyünk van egy ilyennel. Robi nyerte. Több esélyünk van egy ilyennel. Szálljunk be a gépjárműnkbe, küldjük két tuszt és akkor mehetünk. Igen, nagy akció. Várjatok, igen. Jó, ki fogom kérni a többiek véleményét, jó? Így a frakción belüli emberek véleményét. Ki fogom kérni. De szerintem több esélyünk lenne. Kett, kivinném! Gyerekek, itt van, gyertek csak, várjatok. Megkérdem Gyors Pedig. Vissza vagyok, meg kicsit a becsőm. Házban, egy egyik házban már láttam egy motorot. Mindjárt megkérdezzük Pedit, hogy erre van-e valami? Most ezt így hirtelen nem tudom. Mindjárt megkérdezzük Pedit, jó chat? Hogy ez... Hello. Hello! Na, cső Peti, te is jó vagy. Hallott Peti, van az AP pisztolyra valami szabályzat? Igen, csak pénzszállításra és nemzetire. Ó, akkor még jó, hogy nem vittem, mert ugye most akarunk majd Jézusi kellene menni, az is ugye elég nagy akció, de akkor arra igen, nem... Igen, viszont nekik nincsen AP-juk, jó. Értem. Jó, akkor csak pénzszállítás meg nemzeti. Igen. Jó, ennyit akartam, király. És nálam nem is lehet soha? Nálam se? Az a baj, hogy ha véletlenül lősz vele, akkor utána kapjuk a reportot, hogy miért volt nálad. Ja, értem. Hogy akkor alapból nem lehet. Ne legyen vagy inkább, az a biztos. Ugor. Jó, és az illegális, ami itt van a tárolóban, ami az illegális fegyver? Jó, mindegy, jöjjön mindenki biztos. Miért itt van, miért a bizonyíték raktárban? Nem tudom, van egy-kettő itt, de nézd meg AK is van benne. Azt itt felejtettem. Az a tiéd? Majdnem követtem. Jó, szerintem amúgy az áll ide, majd. Figyelj, mert múltkor is, amikor még a lentebbi fokozatban voltam, vittem pár szó, és nem szólt a Walter érte. Nem AP-t. Mert nem lőttél vele, gondolom. De lőttem. Megfüggük, hogy hol bírtak őt. Mert hogy olyan van az illegálnak is, és akkor a valamiért panasz. Most biztos, hogy nincsen. Jó. Akkor heavy-t használjunk. Igen, légy szíves. Jó, Peti. Oké, köszi. Jó, hogy jöttél, akkor ezt tisztáztuk. Jó. Köszi. Kitartások sikert. Jó, chat, jó, hogy megkérdeztük. Nem, jogos lenne az illegál részéről, mert akkor ez ilyen erős pisztoly, ezek szerint. Jó, hát majd nem tudom. Értitek, adhatnék engedélyt magamnak, de... Kollégák, mi fogunk üldözni, már 19 óra 4 perc. Armort vagy? Itt van, megtaláltam. Jó a heavy, szerintem is jó, nincs a heavy-vel baj. Vigyem a katonát, jó! Mindjárt megkérdezzük, hogy áll a rablás. Jöjjön ide, és itt már megbírja nézni teljesen. Pénzt nem ástam ki, az ki kéne ást. De nincs telefon. Akkor menjünk üldözés. Nincs a tárolóban. Boss tárolóban van? Tiszteltem kollega, mi újság? Tiszteltem. Merre tart? Hát, kajáért éppen. Jó, rendben van, utána találkozunk lent, jó? A garázsba. Rendben. De hol vagy? Volt telefon a bosztárolóba? Megnézzük. Jó, ezt meg szoktom kercset. Tárolóba, de amúgy a másik oldalon van a tároló, én meg itt nyitogatom meg. Armor, az legyen nálam akkor. Egy pillanat megyek. Igazatok van. De nincs telefon.
oda jutni. Jó, cigi hangfal. Ja, de akkor ezeket se használhatjuk. Meg ezt kérdeztem ugye Petitől, de akkor ezt se. Ezt se használhatjuk. Nem tudom, hogy ott mi van. Szép. Én dolgoznak. Akcióparancsok itt a tusztergyaló. Igen. Technikai problémák miatt egy túsz elájult, és akkor egy darab épséges túszért szeretnék azt, hogy a motorra felülnek, utálnak is szirénára. Jó, ez megoldható, jöjjenek ki. Vettem. Kollégák, kell erősítés, menjünk? Elengedte a túsz, csak hát szegény összetolta magát. Jó, csak küldjék már ki, és jöjjenek. Vettem. Akkor megyek. Kell erősítés, kollégák? Nem kell. Esetleg ne üldözünk inkább, hanem menjünk vissza egybe a kapitányságra, hogy üldözzünk. Mindenféleképpen az elkövetőket le kell kapcsolni, és utána jöjjenek, jó? Rendben. Azért mondom, megyünk segíteni, ha kell. Nem tudom, ez tuningol? Nem ez tuningol? Nincs rajta a tuning. Eltűnt a tuning a chat. De miért? Ez volt az, nem? Tiszteltem, kollégák. Nincs esetleg kettő telefonjuk? Hát, egy van. Tárolóba sincs az a baj. Odaadom. Odaadja, kollega. Csak megnézem, pár, belerakom a simkártyát, utána vissza is adom, csak pár dolgot meg akarok megyünk. Nézni. Tessék. Köszönöm szépen. Van ám dolog. Küldjék, nem, pontos, ezen a héten még lesz. Vagyok. Megyünk. Hunor. Menjünk meg a simotorra, ezt igen, most igen, sem igen. Mert láttam vissza a boltba. Hunor, oké. Mi a kollár a neve? Üldözőbe vettünk egy Pegasi motor. Tudja, szeretnék csatlakozni, ha tudna ebben segíteni. Töltsük ki a lapot. Ezért érdemes, srácok, Instán követni, mert ott látjátok, hol vagyok. Instagramon, ott is látjátok, nem Győrbe vagyok, látjátok, itthon vagyok. Mi ez? Ja! Szóval ezt a srác... Jó, akkor megvan, hogy ki ebb gizet. Megveszi a motorosítani bolt irányába. Nem, nem ez a csávó, volt akkor. Ez tészízes, Edem. Maga meg... A kőcékázták, vagy őt rakták ki? Nem biztos. Akad a hang. Ne idegesítsetek. Jön a vihar. Sziasztok. Szóljátok, ha megjön. A Simotors 50-13-nál van. Azt nem mondta, hogy telefonszottam. Megyünk erősíteni, mert elvesztettünk egy kontaktot. Vissza a fordulat volt irányába. Ne szórakozz! Pillanat, kollégák, csak ezt fel kell vennem, és akkor utána megindulunk, jó? Ma nagy akció lesz. Hello! Hi, na, I am Tag. Mi van? I am Tag. Hát, hello, you? Tag. You, I am Big Bad Brother. Brother? Vagy már, yes. Love you, Mihály, love you. I am kill you. Oh, no, I kill you too. Templom, piramis, templom, bar, múltkor. Kaput, templom, it's kaput. Ja. Ma. It's day. Az mikor lesz? Beszélj már normálisra. Nem mondom meg, de el lesztek kapva, mert megszektétek a törvényt, és a törvény nevében felszólítalak, hogy sétálj be a rendőrségre és add fel magad. Na jól van, feladom magam, de kapok pénzt? Kapsz érte pénzt, igen. Mennyit? 300 millió forintot.
Hogy... A csőbe viszed a lézét, Leo, a rendőrség. Ha mi van veled, ha? I am good man, good man. You know good man. Yes? Come on, fight, TikTok, párbaj. TikTok, párbaj! 2018 és visszatérem kapitánsra. Várjál, nem sokára ott leszek, érted. De hol? Majd meglátod. Tudod, hogy hol vagyok? Tudom, mindig látlak, hogy hol vagy. Most éppen a gatyádba turkálsz, úgyhogy figyellek. Aha. Most csak most semmit mondjak. Na hát. Rendben? Várjál, Mihály, Kabon, Batle, TikTok, Batle, telefon. Oké? TikTok, Batle, telefon. Oké. Jó. TikTok, Batle, telefon. Kihívlak tégedet így, izére, így párbajra, és ha megnyerem, akkor... Érted? Akkor jól vagyok. Rendben, megbeszéltük. Na, jól van. Come on, fight, Mihály. Megyek, hello. Na, te hova jössz? Hát mondtam, nem tudja! Mennyien dolgoznak a kollégák, nem tudjátok? Itt vagytok, kollégák? Itt vagytok, Korcsik? Hello! Hello! Na, itt vagy? Itt vagyok. Másik kollégával mi van? Na, nem tudom. Jó van. Fáradtan jön dolgozni, meg se tud szólalni. Hát... Sok meló. Ja, várjuk a többieket. Jó, nem tudom mikor érnek vissza, mindjárt megkérdezem. Hogy álltok, kollégák? Mennyi idő még körülbelül? Nekünk körülbelül még 2 perc, mire odaérünk. Rendben, garázsba találkozunk. Aztán mi lesz már az akció? A templomhoz megyünk és leszámolunk a rossz fiúkkal. Meg kell bűnhődniük, mert a törvényt megsértették, Rács mögé kell juttatni az összeset, de ha visszalőnek ránk, akkor visszalövünk, ennyi. Igen, rendben. Még egy telefonhívás, és akkor visszaadom, kollega. Nyugodtan. Hú, csepp. Megyünk akkor a Jézuséghoz, jó? Megtámadjuk őket megint. Hát, Mihály? Na cső, mi újság? Semmi, veled mi a helyzet? Minden oké, hallod, ez a vezetem itt a rendőrséget. Tudod, dolgozzatok erre, arra. Te vezeted? Én vezetem. Ah, jó. Mindjárt otthon vagyunk. Vagy a rendőrség vezet téged? Tessék? Te vezeted a rendőrséget, vagy a rendőrség téged? Na, nem mindegy. Lehet, hogy így vagy úgy, de jó lett. Na figyelj, nem tudom, hogy mikor tudunk ma találkozni. Van egy nagyobb meló, így a rendőrségek keretein belül, aztán utána fussunk össze. Jó, akkor majd csörges meg, jó? Jó, oké, na, cseh. Szervusz, mi? Na, megy Erdélybe, kis aranyos. Hello, sziasztok! Na, jól van, itt van mindenki. Ezt látta ti már? Láttam! Ez Matrix, tudja? Durva, ennyien vagyunk, srácok, lányok, vagy vagyunk még? Szerintem vagyunk még, csak nincsenek itt. Jó, akkor megvárjuk őket. Ma ismét nagy akció lesz. Hogy sikerült a rablás? Elmenekültek? Elmenekültek sajnos. Ja, és kik voltak azok? Motorra, kocsival, vagy ismerjük őket? Motorral voltak. Kettő BF400-ról voltak, 2 darab Batival és 1 Sanchez-zel. Ó, akkor gondolom földes úton mentek el, menekültek el. Hát valószínűleg. Áj. Nem baj, most tudjuk, fontosabb. Fontosabb. Ma is volt egyébként egy másik botraplás, ott Mirror Parkon. Ezt, nem állnak le. De ott 4 elkövet, ott a Q3-at likvidáltam. Nagyon szép munka. Kinek adhatom a telefont? Jó, nekem. Értem, ki az a nekem? 73-as. Timer. Tessék. Hát ez rádió lett. Akartad vissza? Mi? Na. Elmertek fegyverért, meg ilyesmiért. Mindjárt elmondom a dolgokat, és akkor utána mindenki felszerelkezhet, jó? Rendben. Tisztáltam. Köszönöm. Mindenki itt van? Úgy néz ki, igen, szerintem. Hát tudd, hogy nincs itt, de pozitív. Jó. Tiszteltem, kollégák. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, és ma szolgálatba álltak. Nagy szükség lesz ma a munkájukra. A főnök sajnos több probléma miatt nem tud megjelenni, úgyhogy ma én fogom vezetni az akciót.
az a helyzet, hogy a templomhoz fogunk menni, és rács mögé kell juttatni Jézust és a bandáját. Ha ránk fognak lőni, akkor értelemszerűen vissza fogunk lőni rájuk. Meg fogunk indulni, és egy szerintem egy leszámolás, egy razziát fogunk végrehajtani ott a templom körül. Szóval mindenki vegyen magához 200 darab lőszert, egy heavy pisztolyt, és húzza fel a golyóálló mellényét, és a sisakot is, jó? Ha ez megvan, akkor itt találkozunk. Indulok is. Magának megvan annyi... mindent? Nem, annyi, hogy van nálam piszkos, mi ezt azt átadna. Jó, rendben. Azt le is teszem akkor a tárolóba. Na, chat, eddig jó, nem? Illet... Jó. Most egy pillanat. Illetve kötszert vagy medkitet is felejtsenek el, kollégák. Köszönöm szépen, ez honnan van? Ez összem 3 volt rablásból, vagy 2-ből. Nagyon szép munka, meg van dicsérve. Ezt letesszük a piszkos pénzt. Hú, nehéz. Ja igen, mutka is így kezdődött! Aztán kiderül, hogy most mi lesz. Nálam van a pénz. Ez, na, ez tök jó. De beteszik a tárolóba értelemszerűen. Megnézzük, hogy mit tudunk ezzel csinálni, de szerintem simán beteszik a tároló. Vagy a save-be? Na, még följebb. Save-be kell tenni, vagy a... Ja, a reportot írunk majd az autó miatt, Ákos, igen. Teló nincs benne. Nekem nem kell fizú. Ma már ki kéne ásni ezt a 200 millát. Ja, lefoglalt lent, tényleg. Az a legalsó. Köszi. Köszi, nem a szívbe, hát a lefoglaltakba. Ez lefoglalt cucc. Jézus megint lövi a fejes, majd lehet, ja. Majd kiderül. Ide, ugye? Azért ez durva. Van ám lefoglalt cucc, de akkor nem az egyesbe rakom. Most ez ugyanaz, vagy... Őszer van, nem tudom, hogy melyikbe van a piszkos pénz. Igen. Azt van ám rendőrségi bizonyíték. Szia, Valti. Nem tudom fővenni, nincs rám telefon. Milyen pisztolyok ezek, te jó ég! Jó, akkor a 7-esbe rakom a piszkos pénzt. Mert sehol nem láttam. Jó, 7-esbe rakom, az jó. Szuper lesz. Jó, hát megindulunk, chat. Reméljük a legjobbakat. Nem halunk meg remélhetőleg olyan hamar. De majd kiderül. Muszáj, muszáj, muszáj. Sziasztok ki, sziasztok, szia Marcel, köszönöm szépen. Ja, nem ide megyünk. Kötszer, az kell. Ja. Tárolóba, kollégák, nincs már medkit, se kötszer? Nincs. Bakker. Csert, az nincs sehol. Nincs a tárolóba, ja. Nálam uram, van 20 darab medkit, ha kér. Nagyon jó, akkor minden kollégának hozzon le egyet, jó? A... Nálam van. Jó, 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 akkor hozzon legyen szős mindenkinek, köszönöm szépen. Megkaphatom az el. Nagyon jó. Köszönöm. Nagyon jó, chat, nagyon jó. Köszönöm. Kinél van a medkit? Ilyen szerencse szám. Nálam uram. Megvan dicsérve, kollega, kollegina. Köszönöm szépen. Hatal az kevés ugyan. Szép napot, kinél van itt... Micsoda, kollega? Mindjárt a hölgyad, Emma ad. Liba sorba. Nem rossz jó, de... Milyen szerencse száma? 29-es. Ez egy nagy küzdelem lesz, chat. Tippeljetek hány percet halunk meg? Én egyre tippeljetek. Én már kevés legyen mapot. Tessék?
kevés legyen a pacol, ugye jó. Maga mit szemtelenkedik? Ez le van fokozva mától! Ja. Hogy hívják? Szép napot kérlek. 45. Mondja a nevét! Gróf. Gróf? Ki? Milyen gróf? Köszönöm szépen. Áron. Áron! Maga normális? Jézusom. Nekem sok volt, bocsánat. Maga ehet. Nekem nem ajánlott. Maga se úgy sovam, jó? Ilyet meg ne halljak még egyszer. Kérem, jó. És tőlem magának is kérdezettem. Elfelejtettem kaját. Menjen! Menjen! Tudna egyet ugrani? Magának is. Majdnem elsikertült ettől az agresszívtól. Köszi be ezt a 8 hónapot. Az AK jó lenne. Szemtelen ez az árod, kell adni neki. Sikerülem ma? Köszönöm szépen. Elvileg a kollega mondja, az előbb szeretett volna mondani. Elnézést. Tudna van egyet ugrani? Én? Köszönöm. Szuper. Na, ez a grófa nem leszek én jóba, úgy érzem. Ki? Áron, nem vagy szemtelen? Jó. Leteheti a kezét, kollega, pihen. Mm-hmm. Hello, hello, sziasztok, köszönöm szépen a 8 hónapot még egyszer. Na, chat, hát nem tudom. Nem vagyok biztos, hogy benne nyerünk, de... Még le is esik a lépcső, hallották? Én hallottam. Pufára estem, mint a veskény. Áron, te hallottál, vagy semmi. Vagyis maga, bocsánat. Jó, köszönöm szépen. Szívesen meghallgatom az önök ötletét is, ha van bármiféle tanácsuk. Attól, hogy én vezetem az akciót, egy csapat vagyunk, és szeretném, hogyha önök is kivennék a részüket ebből az egészből. Szeretném, azt kettesével fogunk menni az autókba, a menetet, aki vezeti, tegye fel a kezét a kollégájával együtt. Áron, vezeti? De várjál, én csak azt akartam volna kérdezni, magával mehetek. Jöhet velem, én akkor akartam. Áron jön velem, mert még le kell fokozzam a kocsiba. Jó, no. Emma, vállalja a vezetését az egész konvojnak? Nem, uram, mivel nekem rossz a szempolyom. Rendben, akkor, de nem mi megyünk elő, Áron, akkor az Emma jön velem, mi nem megyünk elő. Na, akkor jó, akkor én vezetek. Jó, akkor Áron maga mellé majd szedjen valakit, Emma velem jön, természetesen mehet ki, bárki bárkivel, akivel szeretne. Amikor megérkezünk a helyszínre, nem tudom, hogy tudják-e, ott van egy alagút, nem a templom mellett fogunk megállni, hanem egy ilyen fa alagútba, ott fogjuk az autókat tárolni, és szépen meg fogjuk közelíteni a helységet. A cél egyértelmű, le kell fegyverezni. Mi bárki, aki ott van, mindenkit le kell fegyverezni, biztosítsuk a helyszínt, viszont ha ránk lőnek, akkor tűzpárbaj fog kialakulni. Erre mindenki készüljön fel, hogy ez az akció az életébe kerülhet. Igen? Lenne egy olyan kérdés, hogy akár egy olyan lehetne, hogy hátulról valakik, hogyha tűzharcba keverednénk, fedező tüzet nyitnak hátulról, az, hogy közben tudjunk haladni előre. Hogy hívják, kollega? Kalapos Robert. Robert. Maga és egy másik kollégája egy terepjáróval fogják hátulról megközelíteni a helyszínt. Rendben? 14. Nagyon jó ötlet, köszönöm. Más ötlet? Turul lesz? Lesz. Hogyha van turul, az még nagyobb segítség lenne. Viszont hát nem biztos, nem, ezzel most gondolkodnom kell, mert akkor kettő emberre kevesebben vagyunk. De viszont a turul informátornak nagyon jó lenne. Hogy a tetőn elbújnak, és akkor látnánk az embert. Illetve tudunk belőle ülni is. Én nem, de a társam igen, ha belőle. Jó, rendben, akkor legyen egy turul is, és mellé egy lövész. Jövök, nagyon jó. Dani. Felmenjünk a tetőre akkor? Igen, pillanat mindjárt, csak még az eligazítást önök is hallják, igen. Csak annyi lenne a kérdésem, hogy a többiektől, hogy kaphatok-e valakitől autót, már az enyém le van robbanva. Autóval nem lesz probléma, én is tudok, nem tudom, önnek van terepjárója? Nincs, kadét vagyok még. Kadét még, jó, rendben, akkor én adok én egyet. Tudok, jó, de valaki tud adni, rendben van, jó a munka megosztás, köszönöm. Ezt jó, egyéb dolgok, amik felvetődhetnek, kérdés esetleg az akcióval kapcsolatban. Akit elkapunk, megbilincseljük és behozzuk az őrsre, de ha veszélyben érzik magukat, akkor inkább ne kockáztassanak, jó? A saját életük a legfontosabb, igen? Semmi.
Semmi? Tudom, csak az, hogy ne legyen ez a 10-4, meg ez hasonlók, mert bocsánat, így mondom, de nagyon így. Kedves Emma, a 10-4 az a rendőrségi kódex szerint anyuk, az ért így tudom. Van, úgyhogy ezt nem fogjuk sajnos hanyagolni, még ha bántja a fülét is, ez egy rendőrség, itt dolgozni kell és 10-4 van. Értette? 10-4. Majd Emma mondja, 10-4. Nagyon jó, köszönöm. Jó, oké. Kérdés? 10-9. Na, ne, most te kérdezed tőlem, hogy mit jelent a 10-9? Most te főkérdezted a főnöködet? Bocsánat, csak... Azt hiszed, hogy én nem kérdezem. Tudom? De úgy tényleg nem tudom? Folytassuk. Folytassuk, szerintem is, mert itt kirúgás lesz. Kérdés az akcióval kapcsolatban, vagy megindulhatunk? Szerintem megindultunk. Jó, mindenkinek sok sikert és maradjatok életbe, kollégák. Viszont... Annyi az autókat egyesével vegyük ki. Így van, nehogy probléma, a turul pedig mehet fel a tetőre. Rendben, akkor veszek ki autót. Tényleg nem tudom, de hogy bekérdezett már? Na jó van. Nekem tud venni valaki ki egy terepjáró? Itt van valakinek egy terepjáró. Ott a terepjáró, Jakadét. Köszönöm szépen. Valaki jöhet velem, aki fedező tüzet szemben. Hogy gondolja a tírhár, csak a 10-4 tudja mit. Szemtelevek, szemtelevek. Ez akkor nekem milyen autóm? A többi az igazából mindegy, hogy mivel megyünk. Lehet Audi, Skoda, mindegy. Köszi, Valti! Már lényt felveszem. Emma, akkor ön jön velem, jó? Valaki jön mellé, előre. 14. 14. Uram, egy kérdés, C63-ot vertek ki? Minek, uram? Én már kimenjünk addig azzal a garázsból, vagy... Igen. Vagy természetesen, bármilyen. Mondja még egyszer, ismételje meg? Kimenjünk a garázsból és úgy kezdjük meg egy elsőnek a beállást, hogy... Igen, igen, ahogy múltkor, igen, igen, itt az előtérbe, a garázs bejáratánál. Köszönöm. 14. Uram, jövök mindjárt. Dani, itt leszek, van tudod, jaj. Kaptam telefon, de jó. Kitől kaptam? Na, nagy akciónk lesz, honnan tudja? De most engedélyt adtam neki. Kivehette. Nekem mások a szabályai. Akkor ezt már most meg fogom mondani, hogy a kezdő sebesség 90 km per óra lesz. Aki Áron, ugye ön vezeti a konvojt, egy benzinkút essen útba, jó? 10-4. Igen, Galaxi. Engedélyt kért, én megadom, én nem vagyok ön szigorú, cseres. Emma, merre van? Már csak önt várjuk. Itt vagyok maga. Nem hanyagoljuk. Jöjjön. Természetesen sziréna nélkül fogunk menni. Akkor ők mennek. Fontos, ha előtt bezárod majd a kapit. Nyissa el, ma legyen szíves. Jó. Mi zárjuk a kapit. Elvileg nyitva van. Indulhatunk Áron, akkor benzinkút. Durul egy is felszállhat. Kezdő kilométer per óra 90 km per óra lesz a divers. 50 inkább. 55. Emma, van magánál pénz? Nekem a számlám van? Nincs, de bankkártyáról van. Akkor majd bankkártyáról tankoljon az autót, hogy az ős, mert nálam nem hát, a bankkártyáról. Hát, nem engedi. Dehogy nem engedi bankkártyáról. De nekem nem engedi. Ne vetítsi, Emma! Hát én tudom, hogy engedi. Nem úgy nem engedi, hanem megtankolni a járművet. Próbáljuk meg, hogy ne menjünk neki egy véletlen se a benzinkút. Én próbáltam. Köszi, Márti! Köszi szépen! Valaki jöjjön meg, tankolja meg a mi autónkat is, köszönöm. Jó, megtankolja valaki.
Köszi szépen! Elnézést, uram, de nekem nem lesz. Semmi baj, Emma, semmi baj. Kollega, szálljon be és tankolja már meg, nagyon szíves. Nem van itt a cím. Én megtankolnám, csak szerintem kártyáró is lehet. Nem. Kártyáró, de lehet? De lehet. Lehet, kártyáró, kártyáró. Nyomja. Elvileg még lehetett a léginél, hogy ennél jó napot! Jó napot. Itt egy bolt nem messze, és a boltban van átél. Na, no, azt írja, nincs pénz. Itt van egy bolt kollega, csak nekünk még a kártyában sincs pénz, tudja? Azért kell. Rendben, hol egy bolt? Menjenek el, el. Nem messze, nézze meg. Rendben. Kis türelmet kérek kollégák, megtankoljuk az autót, csak kell hozzá pénz. Kártyáról, de megedi sajnos. 200 misét ki kell ásni, muszáj lesz cset, mert nincs pénzünk. Nincs pénzem, meg a főnöktől nem kértem a fizót, de majd kiveszem magamnak szerintem. Hello, ez a magyar szerver, sziasztok, szép estét. Külön. Tessék, Emma? Különben is még jön az ügyrék 200 ezer forinttal. Mindig nem adta oda? Nem. Akker. Tessék, kollega, mi újság? Főnök úr, mi lehet, hogy picit máshol letérünk, azért tudom, minket ne vegyenek észre. Rendben, természetesen. Ha egy mód van rá. Jó, rendben, ezért. Mennek hátulról, igen. Igen, ott igen. Hátul a templom mögött van egy házat, még az autót el is tudják rejteni, ha gondolják. Jó, rendben. Köszönöm. Visszaszívesen, viszlát. Turul kiérkezett a helyszínre. Most próbálni. Turul itt van a gyöpen. Felzik, hogy nem mindig. Mi? Jó, csak már 200-as. Sikerül, kollega? Igen. Szuper, köszönöm. Csak valaki adott nekem 50 000-t. Nem tudom. Szálljon be. Megpróbálom megtanulni. Várjon. Kíváncsi lesz. Köszönöm, kollega, szép napot. Nincs mit. Áron, pozícióba? Pozitív. Jó, indulhatunk. Mi vegyük le hát. Lámpát is kapcsolják le. Na, jó. Benne van ott a pisztoly megint? Tényleg. Ez egy király. Nem, ki kell ásni, lesz ma időnk, csak kiássuk, jó? Van egy, lesz egy kis dolgom. Amerikán nem lesz harc, elmondtam az elején a dolgokat, jó? Mindent elmondtam, nézzétek meg az a 15 perc... 70 km per órával fogunk elindulni. Nagyon jó. Na, tassák, amit mondok, jó, eddig pozitív. Az más, hogyha harcban nem nyerünk, de nem baj. Újra kell játszani ezt az egészet cset, mert valaki kiemgészte ott a dolgokat a templomnál, aztán azért kell újra játszani. De az nem baj, legalább lesz egy kis balhé. És jön a hátsó egység is, igen. A heli velünk van. Igen, van. Egy nap múlva bárkinek visszanézhető, Sanyi. Tagoknak rögtön. Na,
Visszámgifni azonnal visszanézhet, persze. Valahogy ezt nem mondtam, nem én dálva. Mi már mehetünk gyorsabban? Persze, persze, egy kicsit gyorsabban, igen. Mit letérünk? Rendben, kollégák, sok sikert, óvatosan. 115. A támogatás meg szerint mindenki magára van bízva, csak nem kötelező, ez csak egy opció. Cső, Krisz! Cső! Egy, hamarosan mi is már... Aj! Jó, rendben, maradunk az eredeti tervnél, jó? Még oda fogunk érni, ha ez sikerül. Hacker megszólalja. Lehet elterelés is. Megint akkor jön a bankrablás. Ez szépen, már mindenki vagy szabadra van engedve. Le, kollégák, le, amit mondtam. Köszönöm maguknak. Nagyon jó volt a meccsőd, igen. Riasztó megszólalt, bakker. igen, mi Fábián, köszi Tibi. Hát ők is kellett volna tankolni. Mindegy, itt vagyunk, az a lényeg. Kadét, illetve Turul, majd mondja, ha elfoglalták a pozíciójukat, mi itt vagyunk már. Na, akkor jó alatt. Elfoglaltuk és túl egy. Rendben van. Várom a kadét válaszát. Uram, maga. Igen. Én most itt magának mondom most. Most igen. Igen, Marci. Kezében én mást lát. Kadét értélet a helyét. Rendben van, akkor megindulunk, jó? Mindenki egyszerre indulhatunk, lefegyverzés a cél, de ha lőnek, akkor ártalmatlanítani kell a cél szemét. Tetőn nem látunk senkit, egyelőre. Rendben, be is hatolunk, jó? Gyerünk, kollégák! Védem, főnök! Jó, de óvatosan, ne egymás mellett, mert lecsapjuk egymást. Megint nincs neki. Vannak a tetőn? Nincsenek ötöző. Valahogy meg kell jelenniük, mert újra kell játszani a motori lövöldözés. Kívül tiszta egyelőre. Benézünk. Óvatosan, mert most is megérkezhetnek a bármi pillanatban. Tankpisztoly is van, nem baj. Bankrablást is legalább meg kell nézni. Api pisztoly nem lehet, Nikolász, megkérdeztük. Csak pénzszállítás, illetve nemzeti rablásnál lehet kivenni. Kiemgésztek valamit múltkor, és akkor azért... Sekrestjébe ott bújnának. Hát, hogy zárva van. Zárva van? Néztem a templomba, nagyon nincs semmiben. Jó, vegyünk fel egy pozíciót és várjuk, hát ha megérkeznek, bújjon el mindenki. Turul pedig szóljon, ha közeledik bárki is. Rendben. Várunk egy kicsit, Cset, várunk. Ez türelemjáték is. Nézem itt a autópályát, itt a pályánál, meg milyen. Nem tudok felugrani amúgy a tetőre. Kár, hogy nincsenek itt. Mondjuk a híd alatt is voltak. Rablással mi lesz? Hát ilyenkor háttérbe szorul, ilyenkor egyszer nem tudunk két felé szakadni. Az elterelés is lehet. Köszi Régyx! Közeledik egy fekete színű tundra. A templom előtt. Megállt templom rá. Vagy berezzük le a kutyát. Látom, lekapcsolt a fényeket. Amit jár kereszt az edésben. Tován.
Szerintem most nézzék meg azt, hogy itt vagyunk. Óvatosan már jöhetnek. Jó, oldali néztén néz, de részén nézem. Szerintem lassan érkeznek csak. Gáz itt fönt ebbe a hegynél. Egyszer. Gáz a hegynél fönt ebbe egy kicsit. Csalogatni. Nem tudom, hogy célszerű lenne felhívás. Ott áll egy fánál föntebb a hegy, egy lábánál. Ki állott? A tundra. Hát biztos, hogy velük van már. Illetve ott volt egy motoros is. Látok egy autót, egy nagyon gyanús autó, ami nem hiszem, hogy változik a fúlebben. Itt van egy autó, itt van egy autó. Fegyverezzék le, fegyverezzék le. Nem ott, hanem az a, még a pályán. Ja, jó, jó, jó. Kettő felment a hegyre. Terepjáró felment a hegyre. Kadét üldözőbe tudják venni? Látjuk, megyünk oda. Óvatosan. Ne, javaslom, ne menjenek oda. Most mondtam, hogy menjenek oda. Parancsot kövessék. A többiek pedig figyeljenek, maradjanak helyükön. A tundra lement a földötre. Vissza fel a hegyre. Jó, azért annyira messze ne menjenek, ne távolodjanak el tőlünk, jöjjenek vissza, akkor nagyon messzire ment. Nem néztek sokan. Jelőre jobb oldal ér és semmi mozgás. Helikopter. Menjünk ki a rablásra és jöjjünk vissza később. Vagy várjuk meg őket. Itt most ez a legnagyobb kérdés. Bakker, jövünk, azt nincs neki. Két opció van, kollégánk. Várunk rájuk, vagy kimegyünk a rablásra. Várunk. Nem várjuk. Rendben, várjunk. Nem menjünk, gyere. Padhelyzet megint sajnos. Nincs elég egység. Itt mindenki kell, csak nem küldhetek el egységet. Itt vagy mindenki. Talán szerintem az lenne a legjobb, hogyha kiküldenünk legalább egy ember oda, vagy egy ember körülnézni. A bank helyszínén, múltkor hogyha elmentek, akkor maradunk itt, hogyha nem, akkor nem. Az a baj, hogy még arra az egy ember is szükségünk van, ha ezek itt megjelennek. Lehet, hogy a rablásra akarnak játszolni, hát ez az. Itt van a... Lent van onnan egy gépjármű az autópályán. Vagy kiírjuk, hogy le van zárva a környék, és Jézus azonnal jöjjön haza. Hív a fater. Mizu fater. Halló. Halló, mi újság? Hát semmi különös. Hallod? Veled? Akarok Jézussal beszélni, tudsz szólni neki, hogy jöjjön haza? Mondd már neki. Hát Jézusék elköltöztek. Hova költöztek el? Nem tudom, én is annyi üzenetet kaptam tőle, hogy elköltöztünk. Hát ne idegesítsél már, tényleg? Komolyan. Nem tudom, hova tüntettek.
Én mostanában nem is találkoztam Jézussal, pedig én is akartam vele beszélni, de nem beszél velem mostanában. Nem tudom, hogy megharagudott, vagy valami, nem tudom. Hát jó van, akkor majd főkeresem. Jó, ha sikerülsz, jelezzél, mert én is szeretném tudni. Jó, köszi, na szia apa. Hello. Hazudik. Fater valószínűleg meg akar téveszteni, azt a hírt kaptam, hogy elköltöztek Jézusék, de szerintem ez nem igaz. Valaki járt erre mostanában járőrözni? Hát pozitív. Látott valami mozgást? Nem. De most is itt volt egy fekete bundra, tehát nem mindegy. Ja. Nem költözött, de hazudik a fater, meg akar téveszteni. Akkor szerintem menjünk ki a bankrablásra. De ez nem biztos, hogy hiteles információ, kollega, tudja? Várunk még egy kicsit. Az a baj, ha most egy egység elmegy, vagy mindenki, és utána jelennek meg, akkor megint az van, mint múltkor, tudja? Ugyanez csak volt. Én múltkor nem voltam itt. Értem, bocsánat. Rendben, kollégák, jó? Kimegyünk a boltrablásra, és utána visszatérünk az eredeti tervhez. Nem hagyjuk akkor, mert itt nem fogunk várni évekig. Mindenki turul, siessen ki, nézze meg a rablás helyszínét. Rendben. Tehát nem fogunk itt várni, tényleg. Ha nem jönnek, meg elköltöztek, akkor menjünk ki rablásra. Itt a tundra. Ja, nem, elnézést, nincs itt. Melyik boltot rabolják? Palatói. Rendben, akkor minden egység menjen ki. Nem kell egymásra várni, mindenki saját tempóba. Á, szivatnak minket, csak szivatnak minket. Mester 14 lehet, meg fog állni tankolni. Kollégák? Igen? Önöknek van pénzük, nekem 13 ezeren van. Sajnos nincs. 13 ezerből tud tankolni, kollega. Igen? Tud. Na jó van akkor. Elnézést. Igen? Van, vagy volt a csapolnak? Szerintem volt, de nem tudom. De a palettó van, mindegy, ott van a bolt is, meg van kis. Na, köszönöm. Nem gondolom, hogy itt vagyok, engem itt hagytok. Itt hagytok? Akkor jöjjön. Kelőjék be. Sziasztok, reméljük nem ugyanaz játszódik le, mint akkor. Már akkor tökön szúrom magam. Hello, sziasztok! Puszfel, Timár Mihály a mai nap meg fog majd egy humor. Megérveztük a van, de van egy összetör, egy... Fekete BMW lakvédtelepjáró is. Rendben van, kérek szépen egy akcióparasztokat és egy boostergyalót. Jó parasztokterepet vállalom. Vállalom a boostergyalót. Jaj már. Próbálom ugyebár vállalja a akcióparasztokterepét. Több némó pedig a boostergyaló szerepet. Így már jobb, köszönöm. Kollega, remélem terepen nem 200-zal megy az az autóval. Jó, Tundra, külön egy leszállt a tetőre mondtál. Ezzel lassabban, kollega! A terepen van! Ez még... Látja, hogy ott szóltam neki. Hello, sziasztok, szép estét. Ezt látja, hogy... Betonos? Hát nem mondanám betonosnak. Hát itt egy kicsit igen, de nem mindenhol.
Tehát igazat mondott a fater. Köszi szépen. Jó felhívás. Szép maga a felhívás, köszönöm. Csak mit gondoltak így a vezetői képességeimről? Elviselhető? Le kell jönni be. Egyszerű irányítani őket. De meg azért a bankrablók is tudjátok, azért játszani szeretnének, hogy ugye mi kell menni a rablásra így, de majd visszamegyünk Jézuséghoz. Lehet fatterék roboldak? Az is elképzelhető. Szódával jön, hogy jó van. Igyekszem nagyon. Azt! Tehát ez rám húzta a kormányt! Bakker, látták kollégák? Igen, láttam. Kiért a helyszínre. Bakker! Minden oké, csak ütköztünk, menjenek. Rám rátott a kormányt. Valószínűleg oroszok vannak, de... Akkor a, biztos, hogy a motorosok le fog ugratni a partra, meg akkor. Adnál ezt a pénzt, emlékeztek? Andy volt futva, a kis aranyos. Kékszínű terepmotor, egy Mercedes, és egy terepjárok. Mutko is ugyanez volt, chat. Szállnak, én megszerelem az autót. De jó, hogy van ilyen csak. Nem tudom. Parthoz menjen egy autó? Mi nem tudom megszerelni. Most ezt nem értem. Jézusék mennek vissza, de ne írj már MG információt, mert bandolnak a chatről, hát miért nem tudod megérteni? Fegyvert tegyem le. Köszi chat, nagyon jók vagytok. Köszi, köszi, köszi. Megszerelem. Túlstárgyalók készen el? Természetesen. Akkor írom a többi felhívást. 14. Közöttésem szódával se köszi. Nagyon jó oda fölálltak a turulosok. Nagyon jó. Hátul minden köszönöm. Kadét, önök vannak a terepjáróval, ugye? Igen. Akkor önök menjenek le a partra, köszönöm. A motoros valószínűleg arra fog menekülni. Tudni. Ja, partra lemennek. Nagyon jó. Effektem, tudom. Nagyon jó. Leküldtünk egy egyszerűen. Imár. Igen? Maga lesz a akcióparancs? Áron az akcióparancs. Na, az én vagyok. Igen, ön. Micsoda lang. Csak ez mi? Micsoda lang, amit el sem tudtam. Hová álljak? Közeledik a vihar? A banktól jobbra lerögtön a partra. 10.69. Nyolc órásilag előbb érkezett. Akcióparancsok itt a tusztárgyaló. Hallgatom. A bankban kettő darab épséges agyatlan tuszt tartózkodik. Rendben van, hallgatjuk a követeléseket.
ez a lakcsát. A szerver, az OBS sem mutatja. Ez mi volt? Ez növés volt? Nem hallottam növést. Azt hittem. Én ebből nem tudom. A parancsolatok volt kardiológus. Ja, azt a szó volt. Hallgatom, ebben jön. Tehát egy darab szerver lakban? Azt szeretnék, hogy a helikopter menjen el. Ez nem elfogadható. Érjenek más azért az Horváth már például 990-es pingje volt. Normális csak egy túszért. Nem alkudozom. Fivem hiba volt ma is amúgy délelőtt, azt néztem. Lehet, hogy a hogy a crossmotoros nem megy, akkor Ha elkövettük, azt mondják, hogy ha nem megy el a kapitányságig a helikopter, akkor egy túszt le fognak lőni. Rendben, akkor hogyha lelőnek egy túszt, vagy hallunk egy lövést is, a rendőrségbe fog hatolni. Disney. Hú, nehéz a rendőr szerepében. Most vettem a lőfegyét. Óvatosan, kollégák, igen, bármi megtörténhet. Itt lehet lövöldözés lesz. Hallunk egy lövést is, behatolunk úgyis. Igen, igen. Ezt rádióz, szóval a kollégáknak is. A kollégáknak mondom, hogy ha hallanak egy lövést is bentről a bankból, akkor engedélyt adok, hogy behatoljanak egyből. Szerverből részesed is? Igen, Ádám. Igen, tulajdonos vagyok mind a kettő szerver. Lent vagyunk partnák. Ott szöparoskét, pusztergyaló. Itt vagyok, hallgatom. Mondta itt az elkövető, hogy a rendőröknek nem ez a munkájuk, hogy a rablásnál a túsz-e a élete az első. Mondja, hogy akkor adjanak két túszt érte. Á, ezt nem mondom, ez túl rossz. Muszáj a túszok miatt. Azt tudjuk, hogy igazából ez a munkánk, nem kell kioktatni minket. Négy darab túszért el fog menni a helikopter. Kész, ennyi, nem nyitok vitát. De mennyit kell? Egyé mondták amúgy? Egyért. Ja, hát de egyé semmiféleképpen se. Pont ezért. Mennyi túsz van bent? Nem emlékszem, nem engednek. Viszont, hogy a helikopter, de... Hát meg figyelj, arrébb küldjük csak a helikoptert. Nem fog elmenni vissza a kapitás, ezt nem tudják leellenőrizni. Érted? Hát, figyelj. Azt mondja, oda hogy elmegy, azt elmegy egy kicsibe arrébb, az cső. De hogyha kijönnek, akkor meg tűzparancsok. Tiszteletem, Végmarca vagyok, ápoló az OMS-től. Elérhető valaki a rádió? Pozitív, éppen bankrablás van. Ők szeretném jelenteni, hogy a főpolgatodati benzinkutat Túlzrámban van a készülőben. Köszönjük az információt. Kettő darab agyas túsz. Csak az elkövetők, majd tehát az elkövető, akivel éppen tárgyalok, azt kérdezi, hogy nekünk mennyit ér egy túsz életet. Nagyon sokat ér a túsz élete, de mivel egy helikopterről beszélünk, ezért négy túszért el fog menni. Elhiszem, Latti. Rendben, vettem, de viszont csak kettő darab tartózkodik, abból egy most kiszaladt. Nem tudom miért. Na kettőt, jó, akkor adják oda a másikat is. Akkor két túszért megy a helikopter. Rendben, akkor két túszért el fog menni a helikopter. Másik is megpróbált volna elszöröldi, de nem tudok. De jó lett volna, akkor nem is kapják meg. Ne jó, most már a bankban egyelőre kettő darab, vagy egy darab túsz tartózkodik. Egy? Hát az a sokat tűnnek. Az a sokat térnek egyébként egy darab túszat. Ez az áron! Ez csak a pénzre mentek, ez 100%. Igen, készült, bár csak most az akcióparancsnak a sárat átadtam. Minden kollégát megkérem, hogy ugyebár nagy létszerben vagyunk, azt hiszem 10 vagyunk, akkor legalább 4. Mennyien vagyunk? Várjunk. Hány kocsival vagyunk kint a bankrabláson? 4-gyel. Akkor mind a 4 kocsiba 2 darab ember üljön.
nálam nincs egy senki, ez a probléma, és egyedül. Igen, mert én még egy embert hoztam, valaki jött velem. Az elkövető azt mondja, hogy tehát az akcióparancsnoknak mondja, hogyha nem fog elmenni a helikopter, akkor lelövi ezt az egy darab túszt. Nem, mert hogyha meg lelövi ezt az egy túszt, akkor be fogunk hatolni. Ezt már egyszer elmondtam. 14 és én is elmondtam neki. Hát Áron, lehet, hogy sajnos most, hogy mondom, csak arrébb száll a helikopter, ennyi. Nem fog visszamenni, csak arrébb száll. Hagy higgyék azt. De ez nem jó. Meg fogják küldni a túszt, és a mi lelkünkön szárad a túsz élete, tudod? Oh. Rendben, akkor küldjék ki az egy túszt, és elmegy a helikopter, kész. És a turulnak meg mondja, hogy ne menjen messzire, ennyi. Bocsánat, hogy beleszólok, de... Azt mondják, rendben vettem, azt mondják az elkövetők, hogy egy túsz már elengedtek. Rendben, akkor küldjék ki a következőt, aztán elmegy a túsz. Bocsánat. A helikopter. Ez egy újítás, Dennis. Egy ingyenes támogatás. Jobbálok, bocsa. Igen, ilyenkor rendőrség van hátrányban, ugye? Jó, akcióparancsokat összeegyelő. Az utolsó darab túszért szeretnének a bangból kinézve balra teljes szabadutat és egy felüldözést. Rendben, ez teljesíthető. De helikopter még úgy nem megvenni. Úgyse fog lenni, figyeljétek. Mit csinál? Jó, az elkövető azt mondta, hogyha elmegy a helikopter és szabad lesz balra az út, akkor elengedik a puszt. Rendben, akkor a turul az álljon arrébb. De ezt nem rábbi, ezt nem kell elmondani az elkövetőknek. A turulnak mondom, csak arrébb menjen, ne teljesen elmenjen, hanem arrébb menjen. Laptopon lehet erre egyébként. Ott jó, Ne menjen tovább, ott jó lesz. Nem megyek tovább. De hajlat fogják, le kéne szálljon. Szálljon le, és akkor még ne indítsak a gépet. Audiban majd valaki jöjjön már mellé, mert egyedül jöttem. Lánk ingyen van, így van. Szia Laci, szerintem hétvégén. Ti már én nem tudok vezetni. Vezető, hogy vezessen. Vezessen, helikopter, nem a helikopter. Azt mondja, ömlik, hogy nem tudok vezetni. A helikopter az a kapitányságig ment? Bárt autó. Igen, a kapitányságig igen, meg azt mondjuk. Jó, köszönöm szépen. Nem mondtam még semmit, nem mondtam semmit. Azt mondjam nekik, hogy a kapitányság igen. Beülnek majd az autójukba, utána készen állnak, és utána szirénára indulunk majd. Nem is mondta, nem is válaszoltam a kérdésére, de mégis azt mondta, hogy igen. Na jó, mondj. Nem merek a mindenki autóba. Folyamatosan beudok. Elengedték a tuszt, és én is jövök ki. Rendben, akkor valamelyik kolléga egyedül van? Már mennek az elkövetők. Figyeljenek a motorosra a parkőrség. Áron, majd nyomja meg a szirénát. Maguk nyomja? Jó, menjünk. Követve. Szólítsa fel, gondolj az F10-re. Itt a rendőrség, álljon fél a járművel azonnal! A terepjárosokat kövesse szerintem. Vagy itt vagyunk mi a... Itt a rendőrség, álljon fél a járművel azonnal! A terepjáros fölment a hegyre. Viszont. Fordult a vadásztársasághoz. Fele. Megy le a partra a motoros. Partra? Akkor a helikopter szerintem menjen arra.
Megvan. Most ment el mellett. Most mentem el. Jó, szép. Majdnem. Leugrott megint. Hát szóval nem tudjuk úgy üldözni, hogy jó legyen, de még most megvan. Én felszólítás mellett. Már egyszer fel lett szólítva. Én is most köszönöm. Jó, felmentem a váltóhoz. Itt a rendőrség! Álljon fél a járművel azonnal! Hagyjatok helyet a terepjárónak. Jó, Emma. Merre vannak? Kerékre lassan kidőheti a kerekét. Itt vagyunk mindjárt a fatelepnél. Megadom az engedélyt a kerékre kidőni. Mert el fog menekülni. Nem, mert a van. Itt a rendőrség! Álljon fél a járművel azonnal! Persze, természetesen. Még értség, az menjen segíteni valahogy a terepjárosokban. Ott van fönt. Ott van, ott van. Még értség, egyedül van. Használja a fegyverét, Emma. Letudtálni akkor én felvetenni. Én próbálom, uram, de nekem nem használod. Már nagyon felfordult a gyomrom már rendesen, ez szivat minket. Nekem valami segíteni még a turulba. Ne, csak elég nehéz. Szerintem, hogyha ráelőttek, akkor vissza fognak lőni, akkor nincs parancsok. Melyik hegyem, hogy merre? Nem, ha ráelőzöm, hogy merre vagyunk. Szerintem vissza fognak jönni a terepjárosoktól, lehetőleg azzal, arra lőjének. 1086, fele vagyunk. Itt a rendőrség! Álljon félre a járművel azonnal! Látjuk magukat. 1086, állítok. Rákom, hogy egy jó üldözés. Megfogtam, Emma! Megfogtam! Jól van, Emma! Jól vagyok. Helikopter, szálljon le és intézkedjen, mert megsérültünk mi is. Itt az elkövető fekszik. Bakker. Húszokat fogtunk. Visszajövünk el, csak hogyha segítünk témára. Föl kell. Jó, Emma, szálljon ki, hogyha jól van. Rádiózok. Nekem meg kell állni nekünk, és nem tudtam, hogy itt lesz. Természetesen. Ott a motorja. Helikopter, le tudsz állni, segíteni nekünk, megsérültünk Emmával, és itt az elkövető. Megpróbálok, megpróbálok. Én addig figyelem, de sokáig nem bírom. De úgy látom, ő is meg van sérült. Nem tudok kiszállni. Nem tudok kiszállni. Merre vannak? Rádióját vegyél, a helikopter lát minket, most fog leszállni, meg vagyunk, csak mi megsérültünk, az elkövető is lábomban lőve. Egyszerűen nem tudok kiszállni. Az ők, nem! Na,
Ketten jövünk fel a hegyre. Ez durva volt csak. Helikopterre fogják bevinni a rendőrségre, jó jöjjenek. Rádiózik. Be van rá fogva? Fentről fogom rá a fegyver. Tanulzik. Jó napot kívánunk, uram. Legyen szíves eldobni a telefont és a rádióját. Vegye el tőle, folyamatosan rádiózott. Találok az urnál egy fegyvert, egy kés, illetve egy esenest, ezt szépen elveszem. Na, de legalább sokáig tartott az üldözés. Kifogogattam szépen a zsebéből, kiszedem. Az urnál találok egy rádiót, illetve a telefont, azt kiveszem a zsebéből. Pénzt, illetve gyémantdobozt, amit meg az urnál elveszem. Szabad egységek induljanak a 7331-re. Köszönöm. De foglalt, vagy de van friss tőle? Van szabad egységünk? Tudnak menni, kollégák? Igen, vagyunk a Audi-ban, megpróbálunk, csak mindjárt lefullad az autó, mert Sándor nem tud vezetni. Rendben. Főnök úr? Motoros tulajdonása, nagy öde. Igen, mondjátok. Azt vigyétek be, és akkor hallgassátok ki. Azt nem tudja főnök úr, mi van az, hogy semminek nem mentünk neki, lefüstöltünk, vagyis nem teljesen, de félig, és a kerekünk kiesett, úgyhogy ugyanúgy nem mentünk neki semminek. Csak sajnos nem tudom, de jöjjenek velem, a turulásra menjen valaki, jó, rendben. És akkor ön meg jöjjön velem, aki ráér, jó? Jó, rendben. Jó. Jó, akkor turul, vigye be, és akkor hallgassa ki az elkövetőt. Köszönöm. Mehetünk. Uram, nem ketten kéne, hogy legyenek. Ja, de ki megy a turulla? Nem megy senki? Kérdeztettem, hogy a elkövető milyen sapkás, milyen színű sapkás. A turulla tud értünk szállni, mert nem tudom felvérni az okban. Az a baj, hogy nem biztos, de megpróbálok. Turul. Én oda tudod tenni. Kolléga, akar menjen turulla, mert nekem téri szanyom. Jó. Menjen. Elvileg be van tervezve. Túlva nem van, hely! Nem jó, azt magas. Igen? Halló! Halló! Na! Jöjjön Emma. Akár annyi dolgunk van, hogy hihetem. Mi már lássa a ismeretlen kicsit. Igen, megyünk a 7331-re. Turul pedig vigye be. Köszönöm. Köszönöm, fiú. Szerintem a templomnak is már vannak, szerintem lehet. Oda is kikéne menni. Oda utána megyünk, jó? Azt a mennyi minden történik. 7331-et keresem közben. Bejelő. Igen, köszönöm, megvan. Jó, kollégák, a turul beviszi az elkövetőt, a többiek a 7331-re, és utána megyünk Jézusékhoz. Vége. Értettétek? Köszönjük. Nekünk autót is kéne cserélni, mivel... Turul, ez visszatér az első. Hello! Hello, fiam! Bizú, a Mário hívott, de letettem! Hát pont azért akartam beszélni vele, hogy tessék, itt átadom neked a telefont neki. Ó, itt van mellettem. Jó. Várjál! Turul, egy visszatér a kapitánysághoz az elkövetővel. Hello! Na, hát komolyan mondom, halló, Mário vagyok. Hát tudom, hogy te vagy, mi újság? Na, azt akkor nem veszed fel a telefont, rá nyomod? Bocsánat, dolgozok, Márius, dolgozok. Jaj, te nagy munkás ember vagy, te nagy munkás ember vagy. Na, mi újság? Átutaltam a pénzt, megkaptad? Ki, miről besz, kinek? Nem kaptam semmit. Ó, akkor rosszul utaltam. Ezért hívlak, hol a pénzem? Az azért nem érdekel, nekem kell a lóvém. Rendben.
Hát de nem rendben, hanem akkor mikor kapom meg? Holnap után, jó? Viszem. Mennyi hát az úgy nem jó. Az úgy nem jó. Jó, figyelj, akkor a templomhoz viszem 9 órára, jó? Da, jó. Jó, akkor templom 9 óra. De miért megyek én a templom? Nem, mert ott adom a Jézusra, úgyis találkozok, beszélgetek vele. Elkapjuk. Jó? Na hát jó, van oké, de hát verjél. Jó. Na, mert rendes vagyok veled még. Rendben, köszönöm már, jó. Szeretlek. Hagyjad már a hülyeséged. Hello? Na, jó van, hello, hát te verjé. Jó, rendben, akkor 9-kor megyünk. Tartozok rossz arcú emberekkel. Mester 10 megindul a 73 Betus tárgyalásának. Rendben, és utána megyünk a Jézushoz. Turul egy visszatért a kapitányságra. Turul egy ki tudja hallgatni? Tudja mi az eljárás? Igen, pozitív. Köszönöm szépen, nagyon jók vagytok. Amint Turul egy végzett az elkövető kihallgatásával, elindul a túlzdráma helyszínére. Szép munka, köszönöm. Nagyon jó a csapat, Chad. Tankolnunk kéne. Van már aki népénz? 6000 van nálam. És a kártyáján? Nulla forint. Hát ez nagyon jó. Kézbe is nulla, meg kártyám is nulla. Nekem is nulla hát van. Hát igen. Az jó. Chad, azért ez elég komoly, nem? Én nem kaptam volt fizetés. Okay. Számláról nem tudok leutalni magamnak? Nem mi? Szerintem nem. Az a frakció pénz a miatt. Fizetését tudom. Most akkor nem mindegy, hogy ennyi volt kevesebbet vesz fel. Azon több kolléga mondta, hogy nincs pénzünk még tankolni sem. De nem adta oda a főnök a fizót? Hát nem, mivel... Én a mivel... héten nem. Enzis. Mondja csak, kollega. Ja, kérek. Nyugodtan mondja, hát főnök. Mivel a főnök urunk, hát hogy mondjam, jó ágyat nyomja. Szia, Fati. Na, aló. Hallod, apa? Eszembe jutott, hogy mennyire szeretlek téged. Lóz 200 millió van nekem. Tudom, hogy dolgok, de figyelj, Fater, meg tudjuk ezt beszélni, és képzeld el, hogy szükségem lenne egy 50 ezer forintra, képzeld el. 50 ezerre? Ja, kisegítené vele nagyon. Ja. 50 ezer forint. Jól van. Mindjárt átutalom. 3 darab. Mondj egy számla számot. 57. 1-jel vannak innen. 57, rendben. Mindjárt. Köszi. Köszönöm. Van ott bolt arra fele, kollégák? Leveszek pénzt, azt tankolom. Igen, van, pont útban van. Körülbelül 300 méterre. Hello! Szevasz, Jesus! Szevasz, tesó! Na, mi újság? Na, hát mit akarom, meg vagytok invitálva ide a templomban. Jó, megyünk majd, jó? Van egy kis dolgunk, elintézzük, és akkor megyünk, jó? Jó, megnézhettek mindent, jó, érted? Jézus megmutatja, mekkora ártatlan ember. Rendben, köszi szépen. Jó, oké. Okay. Na. Na, csá Jézus. Jöttök? Hát megyünk, hogy fél készül. Óra múlva megyünk szerintem. Fél óra? Ugye megérkeztünk a helyszínre. Jó van, addig elköptöm a szemetet. Ugyebár 3 darab negatív, azt mondja, 801. Fehér ruhás emberek vannak kint itt. Főnökünk. És azt mondta, hogy megyünk. Ő tudja, hogy többen megyünk? Nem, 4 adja. Persze, biztos, hogy vár minket amúgy. Ezek mindent ja. Tudnak, az a baj. Na, veszek le pénzt a szívek. 100 000 kaptam, csak. Jó, de oké. De nem is a bakba. Nincs pénz, de a bakba van. Az a játékos szám. Ja. Ja, Peti, jó? Ez jó kör volt, ezt felejtsük el inkább. Jó, mint ha meg se történt volna. Nekem ez gyanús, hogy csak úgy beengednek. Hát ez az! Nekem is. Nekem is gyanús. Ja, akkor érezzek a túlsztárgyaló, mint Gróf Áron, aztán a túlsztárgyaló az meg... Hello, köszi apa, hogy dupláztál, de kis cuki van. Aktív parancsnok vagyok. Mi? Mit csináltam? Megküldtél 100-at. Mi a neved? Dupláztál.
Az asszisztensem elutaltat. Hát akkor ez már itt marad! Faterusz! Jó, hát akkor 200 milliót azt a mai nap le kéne tenni az asztalra. Mikor tud... Mit csinálsz? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Kiásom a polcok közül. Nem akarok beleszólni igazából. Ja, az más. Ja, oda átraktam. Jó. Oké, okay. Mikor tudunk találkozni? Figyelj, most van egy kis dolgom, és akkor utána összefutunk, jó? Majd megyek a Jézushoz, majd kicsit dubázgatni, 9 óra körül legyél ott. Jó, oké. Okay. Oké, hello. Hello. Mi a baj, kollégák? Hallottam itt félfüllel. Úgy, hát ez jó volt. Én nem hallottam. Most minden tankolom. Hát ezen sírtam most pedig. Jaj, ja, megyek ki, de milyen természetesen. Azért tankolok rendesen, nem? Elindult a túlsztárgyal, szuper. Igen? Ön ilyen könnyen kapja a pénzt. Nem, nekem is kérhetett volna egy keveset. Tartozok, az a baj, nagyon sok embernek tartozom, ja. De az a helyzet, hogy néha le kell paktálni az ördöggel, hogy elérjük a céljunkat, tudja? Mi a probléma? Mit mondott az előbb rádió, hogy mi mindig a áron a túlsztárgy, vagy a akcióparancsnok? Igen. Szeretne nem azt mondtam, nem azt mondtam, hogy a túlsztárgy, hanem hogy, és hát, hogy mondjam, hogy bemegy a boltba. Na, most jó körül írtam. Menjünk. Vagy nem mondjam, hogy 14-ben nem. Ide figyelj, Dick nem írta Mário, hát és vigyáló a streamcset. Hát az cset, így nem unatkozunk a streambe. Most aztán vannak történések, chat. Ez nagyon durva. Remélem tetszik mindenkinek. Ezen most jót rögtön. Bakker a Hunor is hív. De utána lesz még az összecsapás a mai nap végén. Az elkövetőnél volt bármi nemű fegyver? Egy Scorpion pisztoly, egy esenes pisztoly, egy kés, hát 10 ezer, 90 méteres fészer, 400 ezer, APC lőszer. Soroljam még? Ez felsorolja? Nem kell. Hát ez hányan? Ide figyelj, de nem lesz meg, nem lesz a szarok, fütyike! Irkálom kell lesz, hogy tudtam, hogy érkezik. 7 vagy 80 vannak. Hat a kollégát köszönöm. Kell a kivitte a szajrét. Mennyivel is tartozok? Tényleg 6. Szeretjük a matapot kollégát. Hát jó van akkor. És tudom, hogy te is jó ember vagy, de rendőrként mégis sok rosszat kell tenned az emberekkel, amit ők megérdemelnek. Most tárgyaló, haló. Egyébként, akit ma likvidáltam, ment, igen, hát valószínűleg, mert ment egy, pont egy ugyanilyen fehér ruhába volt, és táska volt rajta, és ott volt a fő publik, vagy a, bocsánat, a szolgálatnál. Képet kell csinálni velük. És mondta, hogy a... Elkövetőkkel egy túszi. Jézusom, mondja meg, hogy mindez egy túszi. Menjünk. Mind az ötlösszért. Megindultunk, oda megyünk. Elengedjük ja, egy kamasz, képet, akarnak egy közös képet. Igen, azt mondja, hogy rendőr. Az ne, azt adjad. Nem szabad. Szép jó napot. Ne guggoljunk maguk előtt. Gyorsan, ejtsük már meg, aztán csináljuk. Na, gondoljanak, ilyen, ne olyanra gondoljanak, hát legyenek olyanok. Mire? Egy banda jelre gondoljanak maguk. Egy túszér bármikor? Na, egy banda jelre, mi meg ide állunk. Gyertek előbb rész. Egy túszér mutatunk banda jelet. De guggoljunk le és maguk meg hátul itt. Egy túsz banda jel. Ez jó így? Gyere előbb rész. Egy túszér banda jel. Addig csak nyuszi fülezünk. Álljon már be, Berta és a sunkban. Menjél már le, uram. Te sunkkal. Gyere már ne lőjön. Barész kolléga nem jön? Ha mindenki jöjjön, aki itt van.
Itt, engem kit akarnak. Na. Hölgyem, ugorj. Szerintem meditál, úgyhogy nyomjuk a képet. Fő valaki. Kugoljon le. Kugoljon le. Kugoljon le. Ez az öcsém? Na. Hát, te csinálom. Jelen kukó. Ilyen, ennyi lenne lássa, így. Na, tiszteletet megadtuk, maguk is adják meg a tiszteletet, köszönjük szépen. Na, megvolt a kép? Valaki csinált képet? Nem, még egyszer, még egyszer. Hát. De jó is, tehát, jó, ez még egy kép. Jó, de van! Na, jó, na, jöjjön, jöjjön, na, megjött a fotós. Menjünk már vissza, gyere már. A fotós csinál egy képet. Na, megjött a fotós, így jó lesz. Na, csak ugoljanak le. Ki rendezte a fotóst? Hát, én voltam. Mi van? Hunor? Hogy nem a Hunor élete nekünk nem ér sokat, nem? Rendesen álljunk már be a sorba, hogy te rendőrségnek mondom. Az egyik megnézi a földet. Uram, googoljon már. Ide jön egy fotós, értitek? Herpézik az ember, aki ide egy fotós, amúgy túlsztárgyalás közben, és megjelenik a fotós. Jó, ez itt pont jó. Köszönjük, köszi, megvan! Szép volt! Jó. Mert az üldözik, ja? Ez easy volt. Az igen. Kell segítség a túlzrámához esetleg? Nagyon sok rendőr van, nem a szépen. Ahó. Maga miért Google? Megörsött. Rendben van, mindenki jöjjön vissza. A kapitányságra? Nem, itt ma, itt vagyunk, csak éppen képet csináltuk. Ha nem akarja, hogy megkülnek, akkor most utal 10 nap fönt a 16-os bankszámla számra. Beírtam, hogy per kill 16. Az igazok fotós, ez nagyon kedves. Ezeket el kell kapni. Ezeket nem bírnak viselkedni. Mindenféleképpen. El is fogjuk. Hányan vagyunk? 2, 4, 6. Szerintem valószínűleg őket likvidáltam már maga. Megkérném az elkövetőket, hogy sietessék meg. Sietesse meg a túlsztárgyaról, mert sietünk ilyen. Jaj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 
hallod, annyit dolgozok, hogy nem érek rá! Jaj, most kiteszed magad nagy munkás ember, vagy mi azt hiszem, hogy az irodában biztos. Valaki fenyeget, hogy meg fog téged ölni, meg engem is. Ha nem küldök neki 10 milliót, nem tudom. Jó, reggyába megölöm én őt. Jó. Na mikor érsz rá? Nem tudom, mondd, hogy nem tudom. Egy darab érsz, ne haragudj. Szegény Hunor, annyira szeretnék tényleg mindenkivel játszani, de egyszerűen nincs időm rá. Akkor teljesíthető. Pozitív. 3-4. Like ingyen van, nyomjátok meg, köszi. Köszi Domcsó, jó pihenés, cső-cső. Úcsat. Ez a mai nap, ez durva, de van pörgés, ez a jó. Mikor tudok, ha elém hozod a hudat, féltek magadat, mert le van égve, mint a szívtek a Sphinx. Mit akart maga pontosan? Elindult a túsz. Megnézik az állapotát a túsznak. Valaki csekkolja le, így van, a hölgyet. De akkor a hölgy fogja. Megyek. Akkor a ja, hölgy fogja. A hölgy, azt a hölgy kell. Nem a magának kell átutatni, ahol megnéznie. Igen. Menjen oda a hölgy. Hát tartom rá, sokkulod, ne velem. Jöjjön. A túsz tárgyaló. Az elköltök azt mondja, hogy egy darab agyas túszért a helikopter elhagyja a helyszínt és ne vegyen részt az üldözésbe. Negatív, ez nem elfogadható. Kettő darab agyat van és egy agyas túszért elfogadja. Ha meglelőnek, akkor mi is lőni fogunk. Most ez egy kollega. Tegye fel a kezét. Tegye fel a kezét. Ez egy kollega? Jaj, nem kell akkor biztosítani az izét. Volt. Gyerekek, ja. Volt. Tudom, de hát akkor is.
Hát nem kell ráfogni, hát most hogy találtam már a fegyőt, akkor... Annyian keresnek csak, hogy szétlangolom magam. Beállt a játék teljesen. Valami... nincs valamilyen detektoros? De minden beállt. Ne, akkor te se akarsz, akkor... Az akcióparancsnok egy darab túlszét azt szeretnék, hogy ne legyen lövöldözés az üldözés során, és egy felüldözés szeretnének. Hány darab túlszét? Egy darab túlszét. Csöp. Agyatlan, agyat. Úgy belaggoltam. Ha rálőnek a helikopterre, akkor most megmondom, hogy mi is lőni fogunk. Agyatlanért. Kettő darab túlszért belemegyünk. Ismételje meg, kérem. Kettő darab túsz ért. Róla meg nem menjen szerintem annyira le, mert zavarhatja az elkövetőt, mert tehát... nem úgy értettem, hogy annyira fel kell menni. Itt vagyunk, megérkeztünk. Nekem az irodában kéne onnan telefonálnom? Lehet. Szia Balti, cső. Nem. És már jó? Pénzt, ételt, meg vizet. Nem tudom mi baj van. Randon, akkor találok már pénzt, ételt. Nagyok a pingek. Peti vagy Pedi, tudjátok? Szerver problémánk? Ismételje meg, mert éppen átadtam a hölgyet. Hát ez hihetetlen. Tehát annyiban változtattak az elkövetők, hogy három darab agyatlan túlszért menjen el a helikopter és maradjon is ott a rendőrségem. Üdvözlöm, Tima, azért ez a... Jaj, ez az egyik emelkedett, akkor most már csak jó, kettő darab túlszért, akkor az összes túlszért közából elmegy. Ha még beszedik is, akkor elmegy az összeség. Hát most Faterbe mártjuk. Az is eljött, én láttam a rakterét, tele van illegális dolgokkal. Őt is lefogom akkor. Hát most ő azért parancsol, mert ő az akcióparancsnok. Hello? Na fiam! Na mi újságod, adtad nekik a pénzt, amit átküldtem neked? Milyen pénzt küldtél te át nekem? Hát a 200 milliót, nem? Nem átutaltam, nem láttad? Nem utaltál át, de nyugi, megelőztelek, meg így megelőztünk. Bementünk az önkormányzatra, ráütöttünk az asztalra és mondtuk, hogy számodra. Te nevedre szeretnénk felvenni egy 200 milliós hitelt, egy 3 milliós hitelt, meg egy 185 ezeres hitelt. Elmegy a helikopter. Rendben, akkor ahogy nálam lesz a pénz, gondolom levonják a számlámról. Hát ki tudod előre fizetni, és érdemes időben fizetni, mert az a helyzet, fiam, hogy nyomják rá rendesen. Nyomják rendesen rá a dolgokat. Igyekszek. A számláit közt megtalálod, azt hiszem, odaállították ki. Rendben, köszönöm. Jó, tudod, hogy visszatér, kapitány. Hát igen, fiam. De azért találkozunk ma. Családkának a szerkezet. Jó, de én nem a templomnál szeretnék veled találkozni, majd kettősbe szeretnék veled találkozni most már. Jó, rendben. Hello. Akkor de annál jön közel jönnek, akkor rálőhetünk, vagy valami témát? Sokkolóval? Még egyszer? Hogyha nagyon közel jönnek, akkor sokkolóval rájuk lőhetünk? Nem, mert már az összes agyatlan túlszuk elmenekült. Minden túlsz elmenekült? Egy darab agyas túlsz maradt, ahogy látom. Rendben, óvatosan, jó? Ember, akkor küldjék ki ezt az egyetlen agyas túlt, mert elment már a helikopter. Még adó is van rajta! Felett pénze! Mária jó pénze! Kurka pénze! Itt a
az akcióparancsnok, vagy a stúlszetlik 50 000 magyar forintot szeretnének kérni. Túljárt az eszem. 50 000. Valakinél van 50 000? Van nálam, van nálam, van nálam. Akkor szerintem inkább adját. Akkor jó, átadom, és akkor vigye oda. Uram. Ha magát megismerik a bóba felett. Mondjuk nem tudom, hogy ismerik. Ja, el kell mennem a boltba levenni, mindjárt jövök. Na, akkor elmegy ez a kolléga boltba, addig levesz a pénzt, addig törölni. Disney. Menjek önnel? Nem kell, mindjárt itt vagyok. Sőt, hát ki kell ásni a szakot, de nincs időnk semmire. Hát most utána Jézusnál van összetűzés. Most ez az üldözés, ez... Hogy én menjek el kiásni, amíg a kollégák üldözik? Vagy ám a kollégákkal kell maradni, nem? Látjátok, ezt mondtam, ha főnök leszek, kevés időnk lesz a mellékszálakra. Szerintem lehet, hogy vannak külsőségek. Hello, hello, sziasztok! Hol az körülnézett? Hogy a hegyen keresztül, meg ilyesmikkel? Vegyek kocsikat. De nem vehetek, hát te, akkor hogy fizessem vissza? Nem néztünk körül. Annyira láttam, szerintem nincsen külsőség amúgy. Sziasztok, szép estét! Hello, hello, köszönöm, hogy itt vagytok. Így 3 év után is, hihetetlen amúgy, aki azóta itt van. Nem kell visszafizetni. Hát csak ne fizessük be, hát ez veszélyes. Aki 6 éve, köszönöm. Ja, most a live-okra gondoltam, Merpi live-okra. Meghoztam, 50 000? Pozitív. Kinek? Hanyos? 29. Köszönöm. Akkor oda megyek. Ó, elindulok a pénzzel. Ja, be kell fizetni amúgy. Igen. Kollega, az nem jó, hogy pont most meditál. Tudom, eljöttek, de sokan úgy. Most valami olyat mondj. De viszont... egy másik kollégát. De Vortexod még jó lenne amúgy. Kellem. Hol jövőre? Tessék? Mondom, egy nem másik... Nem, akkor küldjék el azt az egy túszt. Egy másik kollégánk ott a bokor mögött bújkál. Rendben. Figyelj el, elküldik a túszt, maga visszaszalad és lefegyverezzük őket. És négy benne vagyok. Visszanállok. De miután csak elengedték a túsz után. És ide még annyit szeretnének az elkövetők, hogy szirénára induljunk. Rendben. Ha elengedték itt vagyok, a túszt, rámegyünk. Ne helyezd be. Itt elengedik vagyok. A túszt, utána szaladjon a kollega is. A túszt küldj el, és a kollega szaladjon felénk, és lefegyverezzük őket. Csak fejemben. Parutról egyet megy a helyszínre. Lassan. Jó, mehetünk, mehetünk lefegyverzés. Kezeket fel! Ne lője meg! Kezeket fel! Nagyon jól csinálták, hogy maguk megadták magukat! Kezeket fel! Szép munka! A többi nem adta meg! Jó, kutassátok át! Nagyon jó! 3-at elkaptunk! Szép! Nagyon szép munka! Vigyázzunk, aki szabadon ma, hogy visszajöhetnek! Ott van a helikopterről. Főnök, nekem megvan egy úr. Rendben, vigyétek be. Az egyik motoros a Sinoparkolónál köröz. Főnök úr. Igen.
beszáll, vagy vezetőt, vagy elkapjuk a többieket, vagy nem? Most ezekre koncentráljuk, akik megvannak. Jó, rendben. Igen, végre tudtak veszteni, és megadták magukat. Erről beszéltem, hogy ez szép volt. Fele csapat elmenekült, fele nem. És ez szép volt, igen. Ez most nagy taps nekik ennek a frakciónak, mert a itt megadták magukat, és nem lövöldözés lett. Igen, erről beszélek. És ezt most köszönjük szépen nekik, így meg is dicsérjük őket. Hova tűntem alapocsia? Szép volt. Többiek meg elmenekültek, azzal sincs baj, ez jó volt így, szerintem. Úgyhogy nem tudom ki ez a frakció, de megdicsérjük őket. De hát csekke, adnak nekik csekket, hogy mármi tényleg nem szivatjuk őket, de ez így volt jó. Itt a melyik pluszta lengették, uram, amit tennél nem volt semmi. Ja, enyhítő körülmény az lehet, ja. Rendben, az elkövetőket akkor vigyék vissza. Enyhítő körülménynek, akik megadták magukat, majd találják ki, hogy mit adnak. Szép munka. Mester 14. Visszatér a kapitánysága két darab elkövetővel. Esetleg turul kérdezőkkel bárhová erősítést? A turul jöjjön, értünk vissza a tárgyalás helyszínére, hárman vagyunk. Nyugodtan indultunk, hát vegyem bennék befélt. És rakjátok be ebbe a kocsiba. Megérkeztünk. Na, azért mondom. Nem kell szálljon be a hölgy, majd vigyázz magára. Ha elvettek tőle mindent, akkor ártalmatlan. A hölgy így figyeljen rá. Kettő armort elvettem tőle, mert azt nem tudom, hogy ez illegális, úgy mond. Rendben, majd rakja be a lefoglalt tárgyakhoz. Meg van a helyettele. Jó napot, maga túsz volt? Igen. Rendben van, nem esett bántódása? Nem, semmi. Rendben. Ha esetleg valami információt tudok szolgálni, amit hallott itt, bármi nevet, bármi. Az egyik plusz, aki ott volt, az egyik agyas, az valami Jézust hallottam, hogy vele együtt van. Mi a fene? És utána... elkövetőktől nem hallott valami nevet, egymás hogy szólítják. Lekérdezi valami. A motorrendszámát. Ez most jó volt, igen. Úgyhogy többet nem hallottam. Értem. Köszönjük nekik. Mi újság? Wow. Hello! Láttam a számlákat, te normális vagy! Apa! Mi van már? Hát te nyugi. Hogy tetted ezt vele, babu? Hogy tetted? Nyugi, jeleztem az önkormányzat felé, hogy ne automatikusan vonják le az összeget. Ó, hála Istennek. Köszönöm szépen. De ha nem fizetett három napon belül ki, akkor elveszik a házat meg a kocsit, úgyhogy nyugi. De az a lényeg, hogy van egy ajánlatom, és akkor az én számlámat mondjuk megfelezzük. Igen. Kéne egy kis munka számomra, amit meg kéne csinálni. Igen. Meg kéne etetni az állatokat, meg kiganézni az állatok alól. Hát, ja, vettem egy farmot. Jó, akkor azt megnézem. Hónap után jó a meló? Akkor még benne vagyunk a három napban. Igen, jó. Jó. Igen, jó lesz. Rendben. Nagyon király. Jó, köszönöm szépen. Rendben. Na. Hello. De várjál, mert 200 millió ugye nálad van, ugye várjál, egyértelműen. Nálam, egyértelműen, az megvan, persze. Kiásod a szekrények, vagy valami hasonlót az előbb mondtál. Igen, kiásom, igen. Na, mivel csak a felét engedem el, így a másik fele kell, de az egyik felét akkor ajándékozd a rendőrségnek. A rész az... Megvedd ki a másik két embernek részét. Nem. Rendben. Köszönöm szépen. Jó. Megegyeztünk. Rendben. Na. Hello. Valamelyik... Mehetünk, fiúk? Igen, csak még mondanék valamit, hogy ugye leolvastuk, vagy lekértük most a rendszámot, Liam Max tulajdonost írt ki. Igen. És tegnap is volt egy kisebb akció, amikor ilyen oroszféle akcentusú emberek jöttek, és vagy tizen lefegyvereztek minket. Igen. És amikor félreállítottuk az úriembert, akkor ilyen zöld ruházatban volt. És a motort lekérdeztem ugyanúgy a rendszámot, és ugyanezt a nevet adta ki, és meg is, vagy le is fotóztam az arcát ennek az illetőnek. Nagyon szép munka. Hogy hívják magát? Engem Fülöp Némo.
Nemo, nagyon szép munkát végzett, köszönöm szépen. Ez dokumentálja legyen szős applikáción és a megfelelő szobában, jó? Jó, rendben. Nagyon szép rendben. Munka. Ez jó ott akció. Már, ott már beküldtem tegnap, igen, ott már dokumentultál. Rendben, köszönöm szépen. Igen? Nemo, vedd már fel a másik kollégát, mert nem fogunk beférni két személyesen. Két személyes? Akkor... Nem, ne vedd fő, akkor vidd vissza őket. Én megvárom a következő fuvart, jó? Én is megvárom akkor, hogy két személyesek menjen. Armando. Jó, menjen kollega, Armando, menjen. Akkor jönnek a helyébe? Hát vagy... Lefoglaljuk ezt a motort! Lefoglaljuk a motort! Azt igen, azt akart. Azt használatba vesszük. Jöjjön kollega, így egyszerűbb lesz. Lefoglaljuk ezt a járművet itt. Jó. Sziasztok, hello, hello! Na, ez... Kezd izgalmas lenni, chat. Na most, hát Jézusékhoz kéne menni távol. Megkövetőnünk a rádió frekvenciája 11.765. Ez jó, mert ez a másik elkövető, akitől meg én kértem, de az pedig 11.888-os frekvenciát mondott. Jézushoz kéne menni lövődőzni, chat. Most döntsük el, hogy... Na, meg hazudni. Jó, hogyha gyorsított eljárásra 10 perc múlva végezzenek, legyenek szívesek a kollégák, utána mindenkivel a garázsba találkozunk, mert megyünk a következő akcióra. Ha nagyon jó munkát végeznek, köszönöm szépen. Cseh, mai nap az eléggé sikeres, nem? Gyorsan lefoglaljuk. Ezt leteszem és akkor foglalja el. Le, jó? Oké. Lefoglalom én. Törvény nevében. Nagyon jó. Menjünk rá. Majd... Hónap után Faterra kezdünk akkor. Mondom neki. És akkor... Mert most nem marad idő rá. Most még lövődözni kell a Jézuséknál. Szerintem, de lehet, hogy nem. Mondjuk el akarom kapni. Most sokan vagyunk. Most hónap után remélem lesz a főnök, akkor tudunk ezzel a pénz kiásással, vagy később állunk szolgálatba. De látjátok most így, hogy nagy a felelősség is. És ez, szerintem ez egy nagyon jó csapat most. Kezd összeállni, azért még az elején gyengébbek voltunk. Igen, übrig beteg, igen, azért nem. És akkor megindulunk Jézushoz így a nap végére. Holnap után magyar chat, jó? Megint. Másik pisztolyt? Minek? Jó ez. Nincs elkopva. Szerintem ez király. Ja, addig írok reportot tényleg. A kocsi miatt. Peti! 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 Szegé. Ez egy sikeres nap, igen. Én is azt mondom. Cső, Peti, hallod? Múltkor fő lett tuningolva, meg ablaksötétítés, meg minden, és eltűnt róla minden. Ez ugyanaz a kocsi, biztos? Ugyanaz, ja. Meg még a pediék át is festették pirosra még az RP alatt, ugye? De nem tudom, hogy mi történt. Kuzben Cör, most eladja a szolgáltat, a BIOS szolgáltat. Jó, kérdés, köszönjük. Figyelj, olyan kérdésem van, hogy el is raktad, vagy csak izé, vagy ja, csak... Ja, nem raktam el, ja, lehet az volt a baj. Hát akkor nem ment rá, azért nem ment rá, amíg nem rakott el. Ó, bakker. Majd akkor legközelebb megoldjuk, jó? Jó. Eldobjam gyorsan, megtuningoljuk? Megcsinálod akkor? Úgyis megyünk ja. Más autókkal. Jó, köszi Peti, király vagy. Jó, ablak akkor itt hagyom valahol. Micsoda? Itt hagyom valahol, aztán majd akkor el tudjátok rakni. Jó, ha visszahozod ide, akkor el is rakom majd. Jó. Köszi kérlek. Peti. Cső. Jó. Holnap lesz, holnap Amerika, ott CK lesz sajnos. Még egyszer elmondom csak akkor most van idő, mert itt vagytok többen. Hangya, Mosómaci, Pelikán és Bagoly sajnos úgy döntött, hogy nem folytatja velünk tovább a játékot. Ők egy külön frakciót fognak, gondolom, pp-zni vagy kapni. És megunták, nem érezték már jól magukat, és akkor ezért döntöttek így. Jó? Én is sajnálom, nagyon hiányozni fognak. Hangy is, ha több mint... Ez egy jó nap, igen. Igen, kollega. Nagyon jó teljesítünk. Most még Jézushoz el kell látogatnunk. Hát igazából most jó a csapat, aztán...
Igen. Mindjárt jövök, elmegyek pisilni a sarokba, jó? De ne nézzen. Rendben, rendben. Látom, ha néz. Na, mindjárt jövök, jó csat? Nem érezték jól magad, meg már... Ma... Mindjárt főig visszahívom magad, amíg Gémár Mihály úr, akit elkaptunk most ezen a tuzrámás akción, ő volt, aki tegnap is kimenekítették valami orosz akcentusos népség. Meg most mondja, hogy lelőtt három embert. Nem tudom, kikke harcolnak. Wolf 2, na mindenki marad, igen, csak ők mennek sajnos. Itt vagyok, mi újság? Csak annyi, hogy akit behoztunk most a TUSZ drámáról, ő a Liam Max, aki a motor is volt, és akit tegnap akartunk elkapni. Csak az orosz akcent, vagy na, az orosz akcentusos barátai kimentették őket. Rendben van, akkor vágjon rá egy keményebb csekket, jó? És legközelebb börtönre fogjuk ítélni, mert most nem érünk rá, jó? 14. Köszönöm. Ez a szégyen! Te vagy a szégyen! Hurka! Fejű! De menjünk Jézushoz, csak gyorsan. Vissza is hozta. Én nem voltam tökéletesen köszi. Biztos, de... Jó, tökéletes, jó, jó. De minden jó, más tuningos, jó? Jó, köszi. Oké, okay, csa. Csá. De vagy ezzel? Elteszem. Hívott Jézus. Jó, mindjárt visszahívjuk. Szervus Jézus! Na mi van te veled? Be vagy húgva? Vagy mi a bánat van veled? De, hogy vagyok. Csak hát hívsz, akkor örülök. Nem örülhetek neked? De. Én is marhára örülnék már neked, hogyha ide jönnél és végre megvizitálni. Hogy 9-re ott vagyok. 9-re itt vagy? Hát körülbelül, kicsit kések, de ma megyek hozzád, jó? Ma megyek hozzád. Jó van. Megmutatok itt neked mindent, jó? Nagyon jó. Meg akarom mutatni, mennyire ártatlan gyerek vagyok. Rendben. Sőt. Szóval azt mondod, hogy kipakoltál onnan mindent, jó hallom? Mit kipakoltam én ki ott mindent, hagyjál már. Hát nem is volt bepakolva semmi, sőt. Beismert a titkos barlangba, amit annyira szeretném már megnézni. Végre. Nem sokára megyek, jó? Jó van, várlak akkor. Hello. Na hello. Maradnak még kollégák? Persze. Rendben. Hello! Na, szervaszt! Na, cső, mizu? Nem tudom, láttad az üzenetemet, de hogyha lesz időd, akkor a... Ott írtam is, hát egy két órája, de mindegy. hogyha lesz időd, akkor azt a templomat még detektorozd körbe, jó? Jó, rendben. Ezt ajánlom, jó? Jó, köszi szépen. Köszi az ötletet. Szervaszt! Csá! Gyerekem nagyon bírom, amúgy. Akkor nem hazudott a párt, hogy Jézus elköltözött. Ja, elpakolt a kis aranyos. TikTok. Ne győznélek, more. Sekrestjébe bezárnak, akkor nem hiszem. Hányan vagyunk még? 11. Nagyon jó, közaruk most. Übrig jó munkát végzett. Ja, meg lehet, hogy jönnek többen még amúgy. Pihány kollégát nyugodtan. Köszönöm. Niki hozol be mizetni? Most pakolt el az engedbe. Én is ezt gondolom, Gergő. Fémdetektort kéne vinni. De azt úgy kéne, hogy... Nem ennyien. Reméljük hamarosan jönnek.
A szeróra bár 18 pluszos a szerver, de a saját felelősségre ugye más is bőjön. Dani már mióta ígérgetett, hogy kiásod a pénzt. Köszönöm Barna Bás, bocsánat, a hóvégi donéter. Kösz szépen. A templomban mi újság, ahogy. Mindjárt mondom. Dani már mióta ígérgetett, hogy kiásod a pénzt. Na, ez, köszönöm. Ezért mondom már megint, hogy nem fogok ígérni semmit. Mert a néző fel van háborodva, miközben ez egy RP, amikor nem mindig mi irányítjuk a dolgokat. Én most hagyjam itt akkor, kedves Mátyás, az egész rendőrséget, hagyjuk a Jézus, menjünk el kiásni a pénzt. Te ezt mondod, miközben főnököt erpézünk. Hát teljesen ki vagyok borulva. Teljesen. Föl is adom. Feladtam, Mátyás. Matyikám, könyörülj rajtam, légy szíves. Igazad van, ki fogjuk ásni a pénzt, de most nem érünk rá, sajnos. Menjünk a Jézushoz. Jó? Szeretlek, Mátyás, szeretlek. Bárdosi az új TikTok úr, igen. Ez azt is mondtam már, hogy hányszor mondtam már. Úgyhogy ez az oka, Mátyás, ne haragudj. Küldj képet, hol vannak elásva. Ez az szület, mert nyáskepész lányok ki. Na azért mit kapnék. Most megyünk Jézus, mert mindenkinek ígérek, aztán semmit nem tartok be. Ne haragudjatok, tényleg nem mondok inkább semmit, hogy mit csinálunk, és akkor lesz a legtisztább. Hogy haladnak a kollégák? Lassan indulnunk kell. Már csak egy követő maradtan. Rendben, köszönöm szépen. Megyünk, megint oda a Jézushoz. A Jézushoz, igen, meg akarja mutatni, hogy ő ártatlan. Szóval nem támadó szándékkal megyünk, kíváncsi vagyok, hogy mit fog hazudni már megint, de amúgy szerintem elvisszük. Értem. Akkor most már nem kell fedelző tűz vagy ilyen. Hát, de azért kell golyóálló legyen minden, mert azért úgy vonulunk föl, mintha támadói szándékkal. Végeztem a kihallgatásra. Szép munka, várom önöket a garázsban, köszönöm. 14. Fémdetektort még... Valakinek van esetleg fémdetektora? Nincs, de szerintem fentem megyek megnézgetni. Hozzatok már párat, légy szíves, jó? Nem, megnézem. Fémdetektor? Megnézem. Igen, fémdetektort. Nekem van egy a kocsimban, de szerintem itt az ORFK-nak nincsen még. Amit ti már lefoglaltam pár tárgyat. Nagyon jó, tegyétek be akkor a lefoglalt tárgyakhoz, köszönöm. Már be van. Nagyon jó munka, köszönöm. Az RP ezért jól mondom, igen. Mivel sietünk, ezért lerakom Bözsihez a cuccokat, amit megkézik ez, amit lefoglalok. Ott pisztoly, meg egy baseball zöbb, és egy... Ez egy jó nap szerintem most. Tegnap előtt nagyon kiégtem amúgy. Ez látszott. Hello. Jézus, hogy lekapcsolni mennénk. Tiszteletem. Tiszteletem. Nincsen fém detektorunk. Rendben, akkor az egy legközelebbi akció lesz. Köszönöm. Akkor gyertek. Jöjjenek. Nincs. A főnök maga az. Hát lehet. Főnök maga normális, nem pihennie kéne. Hát. Lakodj be. De hát jöjjön ide, akkor főnök. Hát ne hülyéskedjen már. Hát szép ruhába meg se ismerem már. Hát az na, igen. Milyen rég lettünk. Tényleg itt a főnök. Jó van főnök? Minden rendben? Túlzás, de vannak fontosabb dolgok, értik. Értem. Hát mondjuk a munka. Emma maga nem dolgozik már? Én szóltam ennek az előbb, hogy leadom a jó, nem hallottam, bocsánat. Jó pihenés. Igen, köszönöm elcsönlés. A mai munkáját. Viszont az egyik úrtól szeretném megkérni a fizetést. Na, jó, hogy jött. Na, fiúk, mi meg akkor hozzálátunk a feladatunkhoz. Jézus tárcsázott az előbb, hogy menjünk, megmutatja a titkos dolgait. Valószínűleg akkor tényleg elköltözött és elpakolt, de ez nem ad mentséget az alól, hogy ő egy bűnöző. Úgyhogy oda megyünk és le fogjuk kapcsolni Jézus Krisztust. Értettétek?
Jó, akkor kérjük ki a kocsit, és akkor mehetünk. Van már kettő kint, úgyhogy igen. Maga mellett kívül. De én nem tudom, azt sem tudom mivel megyek, de szerintem lehet a bömösömmel megyek, jöhet velem. Timar, mehetek egy C63-ban? Tessék? Mehetek egy C63-ban esetleg? Most nem, az előbb megengedtem. Jó, akkor... Hát ez nem én voltam. Ja, bocsánat, jöhet velem. Hogy hívják magát? De akkor... Gróf Áron. Áron, magát sosem fogom megismerni. De mit hozzuk akkor? Török járó? De kettő van kint, úgyhogy abba be is szállhatnak kadétok, önök is nyugodtan válaszolnak maguknak társat. Esetleg még valakinek kell autó. Daniel, jössz valam? Heli. Helivel megyünk. Jó, jó, jó. A turul akkor mehet is, köszönöm. Jó, hello, hello! Esetleg még bárkinek vegyek ki autó? Akkor nekem... Ott is van egy rendőrautó, az a kibe van be. Akkor megyek, az nem tudom. Jó. Az az enyém volt, csak önök. Nem baj. Okay. Jó, valaki menjen még vele. Még beszállhat oda valaki. Itt az Audi N4-be is még jó, akkor azt is viheti. Már nem kell több. Menjen kollega. Rendben. Jó, maguk is szállnak be. Egy ide, egy oda. Én meg megyek a helyébe. Maga nem tud vezetni? Hát kadét vigyek, úgy tudom kadétként még nem lehet vezetni. Okay. Most engedélyt adok rá, mert szükség van magára. Rendben, köszönöm hajra. Szépen. Szerintem maga is maga meg üljön be a kadét mellé, és nézze meg, hogy a kadét hogy vezet. Én is kadét vigyek. Hát akkor ellenőrizzék egymás munkáját! Armando, gyere már! Na, álljon a karébb, legyen szívesek kadét, ügyesen. Nem csinálj meg, hogy egyedül megyek. Nem, itt van a főnök uram, nem szoktam. Főnök uram velem jön. Hát ugye nincsen terv, hogy szépen. Jajó, hát ugye az a gond. Ez még piros. Á, így lett lefesve. Az hogy? Így lefesve. Jó, kint sorakozó, és akkor indulunk ki, ez a sziréna lámpák nélkül, köszönöm. Na mondjuk nem mondom, elég szép. Köszönöm szépen. Nyissa, kérem. Mit van? Várjon. Ahogy úgy. Övet mindenki kapcsoljon. Terepjára volt az utolsó, indulhatunk kollégák? Pozitív. Rendben. A Gábor a hangya, a mosó maci, a... Pelikán meg a bagoly, mert ők frakciót alapítanak. Szerintem álltunk egy kicsit rosszabban a... Jó, várj egy pillanat, mert lehet rosszat jelöltem. Már jelölöm. Csak el. Köszi. Megvan. Köszi, Jet. Jézus, le fogjuk tartóztatni szerintem. Terapjára ugyanúgy felderítő? Szerintem mehet, igen, hátra. A terapjáró az felderítő lesz megint, mint előzőleg. Legyen a egyértelműen, akkor kicsit lejjebb. 14 vettem. Jó a csapat. Jó, hogy jött ütlig is. Ugye mit hallottam, miért nem lettem, miért nem vagyok előléptetve törzsőrmesterre? Amerikán. Na miért? Mert folytában Amerikán ló. Tényleg? Nem szégyeli magát, Áron? De utazni kell, család mondja, nem én mondom. Ja? Az más. Vannak elvárások, igaz? Hát pozitív. Tudja, azért kicsit másabb az élet. Hát teljesen más, persze. Saját mappolás azért belső. Van pár dolog, amit meg kell csinálni azért. Meg ott vannak ilyen, mi ez? Ilyen üdítők, meg ilyesmi, meg azt is kell hazahozni a családnak. A ja. Mammernek, meg az ilyesmiket. Aha. Ők is kipróbálják, beáll a fogó. Nem tudom, hogy korhatárt a szibrik tudja. De vannak itt fiatalabbak is. Hát, vagy annyira fiatalak. Akkor a terepjáró lesz. Rendben. Nem tudom, Kristóf, nem hiszem. Jó, béna vagyok. Max nézői játék, vagy moderátori játék. Csát. Ugye az így családom az eléggé sokat utazni. Az a probléma.
én maradnék, én úgy maradnék, mint a jóisten. Akkor már lenne 10 millió a fizetésem, hogyha aha, maradnék, értem, de itt már így nem nagyok. Értem, értem. Ki a Barnabás? Meg a hibrigen nem lehetett, hogy ütöttek a megfelelőtába. Törőrezetért. Jó, Jézus körbe akar vezetni minket, körbe vezet, nem találunk semmit, akkor is letartóztatjuk. Mester 13 megérkezett. Jaj, egy madár! Szegény madár. Itt jó leszünk? Itt jó leszünk, igen, igen, igen. Óvatosan, óvatosan. A fegyvert azért a kézbe, ott van Jézus, rendben van. Hogy felvette a pozícióját. Tartsak rá a fegyvert? Nem kell még. Terepjáró felvette a pozícióját. Nem hiszem, hogy egyébként annyira barátságos lenni. Nem annyira. Most nincs fegyver a kezében. Most játssza magát. Most nem annyira. Kisorányos. Ez egy vadállat. Szevasz Jézus, hello hello. Kicsértessék a Jézus Krisztus hello, a rómaiság hello. Nevében mindenkit áldok, áldás és békesség legyen szívéletek. Tevén Bekteli. Jó, mehetünk beljebb Jézus. Hol vannak a cimboráid? Milyen cimboráim? Hát attól, akik együtt lóksz. Ja, hát valaki kertészkedik, tudod, valaki alamizsnyát gyűjt. Aha, értem, alamizsnát, értem. Jézus, végre bemehetünk a titkos helyre? Mindenhova bemehettek, nézzetek szét, látjátok? Látom, igen. Itt van a templom ízé, ez itt ahogy mondják, ez itt a szertartás terem. Jó. Igen. Akkor van itt egy ilyen puszta gomlát. És az igaz, hogy elköltöztél, Jézus? Én elköltöztem. Hát hova költöznék el? Hát nem tudom. Nekem az egész föld az ott. Ahova átpakoltál. Látják, itt fosztottuk elfogyasztani az utolsó vacsoránkat néha. Nagyon szép, nagyon szép. Hát nem egy bőséges étel, de jó van. Hát mi kekszen élünk ennyi. Az orgonát most hangoljuk, látják? Kicsit elrombottak az orgonák. A billentyűk, ezt kell áthangolni. Igen. Nehogy tényleg bezárjad a kis aranyos. Akkor itt van a dostiénk, látod? Igen, igen, itt is az íróasztal, itt vannak az anyakönyvvezető, mindenféle dokumentumom. Ki gyónt, ki kötött házasságot, születési anyakönyvi kivonatok, halotti anyakönyvi kivonatok. Értem, értem. Jó, nem ez érdekel minket, mutasd meg azt a helyiséget. Na hát itt vannak az antik tárgyai meg. Végre bejutunk. Parancsoljanak uraim! Menjél Jézus előre, jó? Nehogy bezárt. Menjél csak. Jaj, de be vagy te tojva! Valaki na, maradjon kint, kollégák, nehogy baj legyen. Bezárodott. Tetszik? Hát, én nem jutottam. Kipróbálhatod, Chesterfield Hotel. Aha, meg Rockford Hotel. Nagyon jó, nagyon jó. Miért zárodott be az ajtó, Jézus? Ja, mert milyen önműködő zárja van neki. Önműködős? Jó. És akkor hol a széf, amit múltkor lefényképeztek itt? Tudod, nekem lefényképeztek itt egy széfet, és nincs itt a széf. Hát te látod szépen, én nem látom. Hát azért mondom, szépen. Hogy elpakoltál, Jézus. A kollégák az épületből ki tudnak jönni? Én elpakoltam. Elpakoltál, a széfeddel minden fegyverrel együtt elpakoltál. Jó, nyisd ki, Jézus. Megyünk. Jó, egy embert látom, a tömeg hát, kettőt. Az ajtót. Ja, az ajtót. Nincs itt a széfja. Hát én vannak emberek. Csoda. No, mit szeretnétek még megnézni? Hát még itt a könyves volt. Vannak benne ember, csak jelzem. Jó, és az okay. Ajtót bezárták, kötözzétek, bilincseljétek meg, légy szíves. Jaj, ne! Négy ember volt a tőz. Bilincseljét. Nem menekülsz! Kollégák, a bentiek ki tudnak jönni. Azért ne lőjünk rá. Jó, Jézus, ki jössz a templomból? Rádiózott támadás várható. Lőttek. Lőjjelői kollégák, felragadtam a templomba. Lövök a helikopter. Hát ön is vannak szerintem.
Tön vannak négyen körülbelül. Pedek autó. Jó, Jézus, hátra futott. Jött két autó. Jézust elkaptuk. Szépen. Ilyen viskülött a kerekeinket. Nagyon lövik a helikopter. Merre vannak? Ott vannak, tetőn. Zöld a fehér autó, szép. Kapott a garázs fele itt a hegynél, itt a kollégák meghaltak valószínűleg a Colorado-ban. Az a baj, hogy hátra is. De bakker Jézusnak meg kellett volna adnia magát. Ja, a fegyvert fogtunk rá. Ott meg kellett volna Jézusnak adnia magát, nem? De kár érte. Nem tudom. Hárman lőttek oldalba is. Két percig értem, ja. Tehát ott Jézus, meg kell tudni adni a magát. Mennyien lehetnek a srác? Bent. Hát ott le is sokkoltuk, meg minden. Lávon is lőttem. Jönne meg be a házba. Ja, azt te megadja magát. Egyet likvidál. Tisztelet a rendőr uraknak, Kevin Brydon, ez orvos vagyok. Az lenne a kérdésem, hogy a templomnál maguk vannak? Igen, lövöldözés zajlik. Akkor nem indulunk. Ne jöjjön, ne jöjjön. Nem tudom, kinek lehet. Köszönjük. Hárman is lőttek. Tegyünk a helyszínen. Rendőr urak. Ott meg kell tudni. Ismétel szeretnénk kérni. Legyünk a közelben, mert akkor kimegyünk a közelben. Igen, legyenek. Rendben. Hát ez okay, ennyi már a csat. De ez szerintem egy tartalmasnak volt. Jó tisztes távolságot tartsanak. Rendben. Meg kell, és egy ja, hogy beszorítanak minket, ja. Hányan élnek még kollégák egy számolást? Egy. Kettő. Jó, csat. Ez durva nap volt, az biztos. Így. Na, hogy tetszett a mai nap? Maguk írták ki a Twitteren a mentőt? Nem írtuk tetszett a mai ki, nap. Nagyon pörgős valószínűleg volt. Valószínűleg a templomosok írták az idő. Ki. Egyet megöltél? Ügyes vagy. Ügyes vagy. Szerintem fejes kaptam. Most tudom. Rendben, átmegyek rádióra. Ha kellünk, akkor jöjjenek át hatósnak. Rendben. Nem tudom, itt az előbb azt írták, hogy 16 a korhatár. Rendőrség, de Übrik tudja, ott a lapon rajta van. Köszönöm a subgifteket, támogatásokat, tagságokat, nagyon kedvesek vagytok. Nincs napi killzazó sajnos. Nem baj, hónap Amerika, és akkor CK-val kezdünk sajnos. Hónap Amerikán. Hát az ilyen lövöldözésben tudjátok, hogy mindig ez van, hogy... De viszont ott a motoros üldöző, megállt a motoros, több pozitív dolgok is történtek, megállt a motoros, akkor látjátok, megadták magukat azok a srácok a lefegyverzésnél, úgyhogy kezd alakulni, én azt mondom, kezd alakulni. Kezd alakulni a dolog. És köszönöm, hogy megint itt voltatok, több mint ezren, nagyon jól esik, köszönöm szépen a támogatást. Akár tényleg a figyelemmel is. Holnap meg lesz a napig, az a kérdés, én lőjjem le a hangyáikat, vagy ne? Piros hívás van, tehát... Majd kiderül holnap. Holnap is izgalmas lesz. Igen? Jó, akkor napi kill meg lesz. Megfutnak ide. Jó lesz. Igen, Bálint, igen. Én is még a fegyvert vissza kell, hogy kapjam. Tetőről csak meglőttem, nem halt meg a tetőn. Jó volt, köszönjük nekik is a mai napot, meg Faterusztak is, jó. Meg örülök, hogy ezen a szerveren is már 60 plusz játékos van csúcsidőben, úgyhogy kezd összeállni a magyar is, amerika is. Motort hallok. Örülök neki. Holnap megtudod, Mátyás. Már az úrhoz elkezdem, akkor tehát... 18.30-kor kezdünk, József. Ugyanúgy, 18.30.
Jó? Jaj, jó, Bartus. Nem tudom átnézni. Ha most Amerikán lesz majd felvétel a csapatba. Most lehet jönni, mert lesz hely. Ja, Faterra kezdünk ma. Kiássuk a... Jó, nem ígérem meg, de az a terv, hogy hónap után Magyaron kiássuk a pénzt, találkozunk Faterra, jó? Most ma végig szolgálatban voltunk, végig a rendőrségi melóra koncentráltunk, de akkor holnap után egy kis mellékszál következik, jó? Ha így rendben van. Ma azért tényleg rendőrködtünk elég rendesen. Meg akkor Hunorékkal is megpróbálunk találkozni, és akkor... Ja, akkor azt csináljuk. Szép. Ja, a live-ba akarjuk majd ezt. Amerikán a korhatár. Hát, 15 évesen már beférni szerintem. Ja. Durrognak a fegyverek. Durrognak. Hát nem tudom, Krisz, majd az adminok eldöntik. Én mondom, Mutko is már lezsibbadt az agyam tegnap, előtt nagyon kiégtem. 9-kor vége lett a streamnek, de 10:30-ig itt ültem. Megbeszélésem, meg admin ügyön. Úgyhogy nekem ehhez nincs energiám. Én szerintem ez egy jó nap volt. Remélem nektek is tetszett. Vezérőr nagy vagyok. Jött a főnök úr is a végén. Elhiszem, stream van. Igen, ez, hogyha valaki fiatal, előfordulhat, hogy rossz dolgokat kap az ember, de mi nem problémázunk azon, ha valaki fiatalabb. Én toleránsabb vagyok ezzel kapcsolatban. Wolfgamer, TikTokon nem tudok válaszolni. Inkább e-mailbe, vagy Instán, vagy Discordon, jó? Kérlek. TikTok üzenet az nem tudom, olyan fura. Hát nem szoktam válaszolni, nagyon. Jaj. Horgászos videó? Júliusban lesz majd. Júliusban lesz. Na, remélem, hogy... nem fagyunk ki, de ha igen, akkor jó ét. Nézzük. Jó, nem fagytunk ki. Nem fagytunk ki, chat, nem fagytunk ki. Jó, holnap is 18:30, holnap Amerika. Ott is történtek dolgok. Így van, köszönjük szépen, aki ma velünk erpézett. Jó volt, jár a dicséret mindenkinek így is. És köszönöm a rendvédelemnek, és nagyon ügyesek voltak. Mindenkinek jó pihenést, kitartást a holnapi naphoz annak, aki dolgozik, aki nyaral, jó pihenést, aki nyári szünet van neki is. Vigyázzatok magatokra, holnap már valószínűleg lesz videó, de ha nem, akkor holnap után. Köszönöm szépen. Hello, csomó idő lenne, de Ferenc, már nem tudunk mit csinálni. Holnap után jövünk. Hello, sziasztok, jó éjszakát, sziasztok chat. Köszönöm a moderátorok alázatos segítségét. Hello, tagoknak rögtön elérhető, aki nem tag, neki holnap lesz elérhető. Sziasztok.